akkor tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtestület, semmi akadályát nem látom annak, hogy megkezdjük a mai ülés munkáját. A meghívót írásban valamennyi képviselő megkapta 5 nappal az ülés előtt. Hitelesítőknek szeretném felkérni a manévnapos Markovics Műáné képviselőasszonyt és Gecsényi dr. Stákusz Hívja a képviselőasszonyt. Kérdezem, hogy vállalják-e. Kérnék szépen erről egy szavazást, aki ezt elfogadja, kérem jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, egyhangulag a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét megválasztottuk. Napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék tenni 2 módosítási javaslatot. A 10-es napirendi pont a meghívóban a Volánbusz ZRT beszámolója lett volna, ez már a hétfői bizottsági ülésen. Az anyagkiküldést követően tájékoztattuk a tisztelt képviselőket, hogy miután már júniusban tárgyaltuk, ez véletlenül bemaradt a rendszerbe, nyilván még egyszer nem kívánjuk tárgyalni, ezért ez nem kerül a mai megtárgyalásra, ez a napirend, és plusz egy napirendi pontként helyszíni kiosztással valamilyen képviselő megkapta a vízi közmű rendszer vagyonértékelésével kapcsolatos döntés meghozatala című előterjesztést, amely a 19. napirendi pontként tárgyalnánk, és amelyet már hétfőn a gazdasági bizottság napirendjére tűzött és véleményezett. Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e bárkinek bármi észrevétele? Vasszali képviselő? Köszönöm. 3 képviselő kezdeményezte, pontosan indítványt tett arra, hogy a város a BÖSZ időpontjában október 10-ére szervezzen egy gazdasági fórumot. Érdeklődöm, hogy az anyagot, illetve az indítványt átküldtem, hogy melyik időpontban vagy hol tárgyaljuk az egyebek között esetleg, hogy ez felvételre kerülhet-e. Igen, az SMS-ünk az úttal az önkormányzat SMS-el, hogy a jegyzőnek előtt a törvényességi szempontból vizsgálnia kell, ugye képviselő asszony és képviselők írásban nyújtották be, előterjesztésként titulálták, viszont az SMS 44 paragrafus rendelkezéseinek nem felel meg az előterjesztés formájának. Jó. Egyebekben tárgyalhatjuk? Igen, egyebekben. Ha egyebekben jegyző asszony nem látja akadályát, hogy tárgyaljuk, akkor én sem látom annak, akkor egyebekben tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Napirendi pontokon szavazunk, aki elfogadja, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, egyhangulag fogadtuk el a mai ülés napirendi pontjait, és mielőtt tovább mennénk, szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a terembe is, hiszen nagyon sok napirendi pont megtárgyalása vár ránk, sok vendégünk van. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Első napirendi pontunk jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, ez a 65-ös számú előterjesztés. A képviselőtestület már az elmúlt 5 évben megszokhatta, nagyon ritkán szoktam szóbeli kiegészítést tenni ehhez a napirendi ponthoz, igyekszem a leglényegesebb, legfontosabb tárgyalásokról, eseményekről, szerződéskötésekről ebben az írásos anyagban beszámolni, amit természetesen megkapnak a napirendi pontokkal együtt, de néhány kivételt tenni szoktam, így leszek most is, hiszen 2 témát mindenképpen szeretnék megemlíteni. Elsőként azt, ami úgy gondolom, hogy valamennyi bonyhádi polgár számára érdeklődéset ad számot, jelesül a járványhelyzet, hol tartunk ma most Bonyhádon és milyen intézkedések történtek az elmúlt időszakban. Az írásos beszámolóban is jeleztem, hogy egy augusztus 8-ai napon, egy szombaton nagyon mozgalmas napunk volt. A jelenlévő teremben lévő Varázskapu bölcsőde és óvoda intézményvezető asszonyával, a tisztifőorvos asszonnyal, kapitányúrral gyakorlatilag egész nap reggeltől késő estig, mondhatom, telefonkapcsolatban voltunk, hiszen addigra érkezett meg az a hivatalos tájékoztatás felém, hogy Mecsek-Nádasdi lakosok pozitív COVID-tesztje miatt Bonyhád városa is érintett. Az érintettség pedig 2 okból állt fenn. Az a felnőtt férfi, aki pozitív tesztet produkált, az Bonyhádon dolgozott, és az a kisgyermek, aki szintén pozitív lett a tesztje, bonyhádi óvodába járt. Éppen ezért volt ez a kör, aki ezt a folyamatos telefonbeszélgetést és egyeztetést aznap lefolytatta, kiegészítve az érintett cég vezetőjével és tulajdonosával, és miután rögtön meg is ragadom az alkalmat, hogy a bonyhádi rendőrkapitány urat és a kollégáitnak megköszönjem, hogy gyakorlatilag az első körös kontaktkutatást aznap elvégezték.
ezért nem volt akadálya annak, hogy szombat este Vizin Balázs kollégámmal mi itt a hivatalban összeállítsunk egy olyan közleményt, amivel a lakosságot azonnal tájékoztatni tudtuk. Nyilván meg kellett várni azokat a tényeket és eredményeket, amiről egyáltalán van mit írni a lakosság felé. Ez meg is történt augusztus 8-án este. Mindenkinek, aki első karanténos, tehát a kontaktkutatásban első körben szerepel, és a protokoll szerint 14 napos karanténba helyeznek, a tesztelést követően, az egy 14 napos időszak, az augusztus 20-a pont ebbe az időszakba esett, ezért az első közleményben már azt is rögtön, arról is rögtön tájékoztattuk a tisztelt lakosságot, hogy sajnos az idei augusztus 20-a ünnepséget, a városi ünnepséget nem tudjuk megtartani. Annak a kockázatát, hogy abból a közel 100 emberből bárki is pozitív teszttel fog-e rendelkezni a következő 14 napban, augusztus 8-át követően, azt úgy gondoltuk, hogy nem vállaljuk, és 24-én zárultak le egyébként ezek a tesztelések. Utólag már örülünk neki, hogy egyetlen egy igazoltan covidos fertőzött sem volt, és azóta sincs a városunkban, de akkor ezt előre nem lehetett tudni. Én nagyon sajnálom, de bízom benne, hogy lesz rá alkalom, hogy azok az iskolások, akik készültek arra a 20-ai ünnepségre egy gyönyörű színvelengető programmal, azok ezt a későbbiekben majd be tudják mutatni. És a felkészítőknek is köszönöm, hogy lelkismeretesen készítették elő ezt a műsort. Én magam is összeállítottam az ünnepi beszédemet, bízom benne, hogy lesz még alkalom egy következőkben, ha aktuálisan át is kell írni a lényegét, majd megosztani a város lakosságával. Ez egy szombati nap volt, mint ahogy mondtam, augusztus 10-én, hétfő reggelre, 8 órára egy rendkívüli intézményvezető értekezetet hívtam össze. Ennek egyszerűen annyi volt az oka, hogy valamennyi intézményvezetővel, akivel az önkormányzat intézményei tekintem, ez részt a tényeket beszéljük meg, pontosan tudják első kézből az információkat, másrészt mérjük fel azt, hogy melyik intézményben hogy állnak a fertőtlenítő eszközök, a védőeszközök, mire van szükség, van-e valakinek arra szüksége segítségre, külső segítségre, hogy ezeket a megkezdett őszi időszakra még továbbiakban bevásárolják. Időközben szeptember 1-től az óvodában is megkezdődött az új nevelési év. Intézményvéző azt, hogy megerősített abban, hogy mindenféle akadály és zökkenő nélkül indult ez a tanév, illetve a nevelési év. Reméljük, hogy ez sokáig is lesz az intézményben. Az intézkedési terv, amelyet intézményvezető asszony összeállított és jegyző asszonynyal közösen véglegesítettek, az egyrészt a szülők, az ott dolgozók és a valamennyi intézménybe járó gyermek érdekét szolgálja, ezeknek a betartásával, amit lehet megtenni a járvány elkerülése érdekében, azt gondolom, hogy maximálisan megtettek. És időközben, ahogy mentünk elő az időben, folyamatosan jöttek a laboreredmények, a teszteredmények, és a két hétes megfelezett időszakban 13-án szintén egy közleményt adtunk ki, amelyben a legfontosabb és legújabb tényeket ismertettük a város lakosságával. Mint ahogy az előbb említettem, az utolsó érintettek augusztus 25-én telt le a karanténjuk, a hatósági karanténjuk, és ekkor is egy közleményben tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy továbbra sem volt pozitív, igazoltan pozitív covidos Bonyhád városában. Mai hír ugyanakkor, és ezt nyilván nem lehetett benne az előterjesztésben, hogy mind a város kórháznak, mint pedig az idősek otthonában pontosan a járványügyi helyzetnek a változása miatt a megelőzés érdekében látogatási tilalmat rendeltek el mindkét intézményben. Én továbbra is azt kérem a jelenlévőktől is, és azoktól a lakóktól, akik figyelemmel kísérik a mai testületi ülés munkáját, hogy továbbra is azzal a kellő fegyelmezettséggel tartsák be azokat a járványügyi szabályokat, amelyek eddig is segítettek minket abban, hogy elkerüljük azt, hogy nagyszámú fertőzött legyen a városban, gócpont legyen a városban. Nem tudom, hogy meddig lehet ezt így tartani, nem vagyok naív, de bízom benne, hogy sokan el tudjuk ezt kerülni, ha valamennyi olyan előírást betartunk fegyelmezetten és tudatosan, amit eddig is megtettünk. A másik szóbeli kiegészítésem pedig egy teljesen más jellegű hír, talán nem mindenki találkozott vele. Szeptember 1-én Dékány Ferenc rendőr főtörzsőrmester, a Bonyhádi Rendőrkapitányság közveti megbízottja
Nem sokkal 17 óra után ellenőrzött egy helyi lakost Tevel központjában, a 26 éves férfi fulladni kezdett és az életfunkciói megszűntek. Kollégánk azonnal megkezdte az újraélesztést, már mint a Bonyhádi rendőrkapitányság kollégája, majd a mentők kiérkezéséig folytatta a mesterséges lélegeztetést. A férfi állapotának stabilizálása után a férfit helikopterrel kórházba szállították, gyakorlatilag Dékány Ferenc főtörzsőrmester életet mentett. Minden elismerés a lelkismeretes és a talpra esett, azt gondolom, hogy a nagy lélek jelenlét miatt, amit ő tanúsított, és talán nem kell sokat gondolkodnunk akkor, amikor jövőre, az jövő évi évrendőre díjat kell kiválasztanunk, hogy ha csak addig még valamilyen rendkívüli esemény nem történik, hogy kinek is ítélje majd oda a következőkben az év rendőre díjat Bonyhád Városi Önkormányzata. Én ezzel a két témával szerettem volna az írásos anyagomat kiegészíteni. Szeretném kérdezni, hogy kinek van a napirendi ponttal, illetve az írásban kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés. Vaszari Tibor képviselő. Köszönöm. Polgármester asszony jelezte, kette írta a végzett munkánál, hogy találkozott többek között a Magyar Közút tanulmányi vezetőjével. Szeretném megkérdezni, ennek a tárgyalásnak a során szóba került, illetve közelebb kerültünk-e az a leendő körforgalom Rákóczi utca, Forbelger utca kereszteződésénél. Ezt azért kérdezem most, mert láttam, hogy a közösségi oldalakon is nagyon sokan érdeklődtek utána. Többször beszéltünk már itt róla, volt információ az útcseréről. Ha esetleg közelebb kerültünk, az ezt megosztanák. Köszönöm szépen. Az útcsere szempontjából nincs jelentősége, mert a Forbelger és Rákóczi utca kereszteződése így is úgy is részben közút marad, ha cserélünk, ha nem. Nyilván az önkormányzatnak akkor lesz érdeke cserélni, amikor a meglévő városközponti, jelenleg közút tulajdonában lévő, illetve az állam tulajdonában lévő, de a közút kezelésében lévő útszakaszok is teljesen fel lesznek újítva. Én azt gondolom, hogy addig nekünk nem áll érdekünkben ezt a cserét végrehajtani. A körforgalomnak, illetve egy jelzőlámpás kereszteződésnek a tervei már elkészültek, ezekről már tájékoztattam a tisztelt képviselőtestületet és a lakosságot is. Jelenleg a szakemberek is háttérben vizsgálják azt, hogy melyiknek van nagyobb előnye, hátránya, mi az, amit szakmai szempontból javasolni fognak. Az engedélyeztetésekre nyilván most még nincsen szükség, mert az eljárásokat akkor kell elkezdeni, amikor már döntés születik, és nyilván a testület elé kerül majd akkor az ügy, amikor ebben döntünk, hogyha eldől, hogy A vagy B verzió lesz. Egyetlen dolog hiányzik ehhez a kérdéshez, a forrás, amiből ezt meg lehet építeni. Nyilván a háttérben azért dolgozunk, hogy ez is meglegyen. Ma csak olyan információt tudok mondani, amit eddig megosztottam, de azon dolgozunk, hogy meglegyen erre is a forrás. Egyéb kérdés van-e a napirendhez? Nem látok én igényt. Kérnék szépen akkor egy szavazást az egyes napirendi pontról. Aki elfogadja, az kérem most jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, két tartózkodással fogadta el a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen. A 2020. évi költségvetés első félévi végrehajtásának értékelése a 66-os számú előterjesztésünk, amelynek előterjesztője a polgármester, valamennyi bizottság, az érdekegyeztető tanács és a két nemzetiségi önkormányzat is tárgyalta a napirendi pontot, de mielőtt bárkinek is szót adnék, azok nagyon röviden szeretném összefoglalni az előterjesztésnek az én szempontomban legfontosabb részeit. Egy nagyon részletes áttekintést nyújtottunk, nem csak a képviselőtestület számára, hanem valamennyi érdeklődő számára, tájékoztatásul, aki figyelemmel kíséri a városban, az önkormányzatnál tett lépéseket, konkrét döntéseket. Erre a napirendre minket semmilyen törvény nem kötelez. Mégis évek óta készülünk vele, nem kevés munkával, amelyet ezúton is köszönök edző asszony irányításával a pénzügyi osztálynak és annak vezetőjének, Terikének, mert a tőlük megszokott precizitással és pontossággal, részletességgel tárták most is fel azt a helyzetet, hogy mi volt 2020 első fél évében a gazdasági helyzetünk. Ez az áttekintés egyrészt, mint ahogy mondtam, a tájékoztatás szolgálja, másrészt pedig mi magunk is tisztában látunk, hogy amit februárban eldöntöttünk, megterveztünk, az hogy is alakult az első fél év során.
Ha valamikor ennek létjogosultsága van, akkor azt gondolom, nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy idén. Hiszen március 11-től volt egy veszélyhelyzet, egészen június 17-ig, ebben a bő 3 hónapban gyakorlatilag a katasztrófavédelmi 40-es törvénynek az értelmében valamennyi döntést a polgármester hozhatott meg, erről már az elmúlt ülésen beszámoltam részletesen, és az jelenlévő képviselők pontosan tudják, hogy nélkülük egyébként, hogy a vélemények kikérdése nélkül semmilyen témában nem hoztam döntést, ugyanakkor számos olyan döntés született, amely befolyásolta az itt élőket, azokat, akik önkormányzati bérlakásban laknak, azokat, akik önkormányzati bérleményeket bérelnek, legyenek azok taxisrosztok vagy ingatlanok, üzlethelyiségek, mindazokat, akik szorult helyzetbe kerültek, hiszen létrehoztunk egy veszélyhelyzeti ideiglenes bizottságot, és sorolhatnám azt a sok-sok tényezőt, ami befolyásolja a költségvetésünknek az alakulását. Nagy mértékben módosult, negatív és pozitív irányban is, hiszen ha csak az intézményekre gondolok, intézményeknél tervezett programok maradtak el, azokból a tervezett bevételek maradtak el, jegyeladásokból. Ugyanakkor nem kellett kifizetni a tervezett programoknak a költségét. Hogy ezek hogyan állnak egymással egyensúlyba, erről is szól az előterjesztés. Fontosnak tartom azt is, hogy minden alkalommal ilyenkor, fél évkor és évvégén azokról a projektekről is számot adunk, gyakorlatilag a beszámoló elfogadásáig, azaz a mai napig, jelen állásig, hogy azok hogyan állnak. 2020-ban a februári költségvetést elfogadtuk, és számos olyan fejlesztés került bele, amit hosszú évek óta, vagy akár évtizedek óta nem tudtunk volna megvalósítani. Idén akkor még úgy tűnt, hogy erre lesz lehetőség. Hát sajnos mindezt a járványhelyzet keresztül írta. Csak azokat a projekteket visszük végig, amelyek már addigra elkezdődtek, legyenek azok pályázati forrásból megvalósulók, legyenek azok egyedi kormány döntés alapján finanszírozottak, vagy akár saját forrásból lévők. A megkezdés alatt nem csak a fizikai, konkrét kivitelezés megkezdését értem, hanem akár már a projekteknek a közbeszerzési eljárásának a folyamatát is. Mindenképpen azt gondolom, hogy kell takarékosan és jól odafigyelve gazdálkodnunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy a járványnak milyen hatásai lesznek a itt működő vállalkozásokra. Idén, hiszen a tavalyi év beszámolói kapcsán és eredményei kapcsán fizetnek majd iparőzési adót, de még nem tették meg, hiszen nagyon helyesen egyébként a magyar kormány úgy döntött, hogy szeptember 30-áig ráérnek az itt működő vállalkozások adót fizetni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzat majd csak ezt követően tudja meg, hogy egyáltalán idén miből gazdálkodik. Gondoljuk végig, hogy eltelik az évből 10 hónap, a 12-ből, és akkor látjuk, hogy egyáltalán idén mire van pénzünk. Egy picit furcsa helyzet, éppen ezért kell óvatosan és kellő odafigyeléssel, kellő tapasztalattal, ami mindenképpen megvan, és körültekintéssel döntéseket hoznunk. Arra viszont büszke vagyok, és fontosnak tartom kiemelni, hogy számos önkormányzattól eltérően Bonyhád városában az önkormányzatnál, az intézményeknél semmilyen bércsökkentésre nem került sor, sőt munkaidő csökkentése sem, mindenki megkapta 100%-ban maradéktalanul a bérét. Ha végignézzük az anyagot, akkor a legvégén van egy fontos mondat, amely azt mutatja, hogy a tervezethez képest mekkora általános tartalékkal rendelkezünk ennek az anyagnak a végén, de erről hosszasabban nem érdemes beszélni, mert a következő napirendnél ez a szám még magasabbra nő. Erről majd pénzügyi osztályvezető asszony, ha kíván szóban egy-két mondatot megkérjük, hogy tájékoztasson minket, hogy mindenki számára világos legyen. Én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés eléri a célját, mindenre kiterjedő, fontos válaszokat ad, pontosan tudjuk, hogy állunk, és takarékoskodunk arra 2021-re, amikor nem tudjuk, hogy a jövő évi adóbevételünk hogyan alakuljanak, inkább forduljunk úgy a jövő évre, hogy egy vastagabb pénztárcával kezdjük az évet, és egy-két dolog, ha elmarad, én jövőre bepotolhatjuk, mintsem, hogy olyan fontos költségekre ne legyen fedezet, amire mindenképpen szükség lesz. A lényege az én szempontomból ez az előterjesztésnek, és mielőtt kérdésekre és hozzászólásokra kerülhetnek sor, és mielőtt átadnám a bizottsági elnököknek a szót, az érdekegyeztető tanács elnök asszonya jelezte, hogy nem tud jelen lenni sajnos a mai ülésen,
részt vettünk az ülésen, és arról tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket, hogy mindkét oldal egyhangulag elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Pénzügyi bizottság elnökét kérnem, elnök úr. Pénzügyi bizottság egyhangulag támogatja. Köszönöm, már bizottság. Szintén egyhangulag támogatjuk. Szintén tárgyalta a Bonyádi Német Önkormányzat, valamint a Bonyád Város Roma Nemzetiség Önkormányzat az előterjesztést is. Mindkét nemzetiség önkormányzat egyhangulag támogatta az előterjesztést. Kérdések következnek. Nem látok ilyen igényt. Vélemény, hozzászólás nincs. Akkor szavazásra kerül a sor. Aki elfogadja, kérem jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, akkor ezt így, ha lehet kérnem, akkor egyértelműsítsük. Gecsényi képviselőasszony nemet szavazott, Vaszari képviselő úr tartózkodott. Egy nem, egy tartózkodás, 10 igennel elfogadta a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen, 9-en, mert Fenyvesi képviselő úr nincs az ülésteremben. Aki egyébként távolítét felén nem jelezte, akkor lehet, hogy még időközben érkezik. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk Bonyád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének a módosítása, ez a 67-es számú előterjesztés. Mindkét bizottság tárgyalta, de mielőtt a bizottsági véleményeknek átadnám az elnököknek a szót, osztályvezető asszony, megkérem, hogy néhány mondatban röviden foglalja össze az előterjesztést. Köszönöm szépen, kérdemes keresztül. Tisztelt képviselőtársulat, az önök előtt lévő rendeletmódosításnak a számaira tekintenek. Nagyjából azt látják, hogy az induló, illetve a költségvetési rendelet javasolt száma között nincs jelentős eltérés, hiszen 5 milliárd 617 milliós költségvetés eredeti előirányzattal indultunk, a jelenlegi pedig 5 milliárd 608 millió, tehát durván egy 9 millió forintos eltérés van az induló, illetve a záró számadatok között. Azonban az nagyon fontos, hogy ez számos tényező együttes hatásaként keletkezett. Ha matematikai nyelvre fordítom, pluszok, mínuszok egyaránt erős volumenben vannak a testületi anyagban. Nyilvánvalóan vannak saját döntéseink, amelyeket polgármester asszony már említett, a vészhelyzet ideje alatt hozott számos bevételkorlátozó vagy bevételcsökkenést eredményező intézkedést hozott, lakbérek, közterület használati díjakra vonatkozóan, de emellett megjelent a sokak számára ismert gépjárműadó miatti zárulás is, de az is nagyon fontos, hogy központi szabályozás alapján számos és nagy volumenű bevételek is érkeztek, így a különböző bérekhez járó pótlékok, a minimálbér, a garantált bérminimumok, amelyek az önkormányzatunk számára nagyjából azt jelentették, hogy tartalékba helyezhető, hiszen az éves költségvetés eredeti előirányzatai között a bérek fedezete már rendelkezésre állt. Ami a kiadásokat illeti, most per pillanat a teljes szektorra vonatkozóan egy területet nem ölel fel az előirányzat módosítás, és ez pedig az intézményi, dologi, működési, kiadási összegek. Egyszerűen azért, mert a jelen összeg ugyan meghatározható lett volna, de az év végéig várható folyamatok alapján pontos adatot erre vonatkozóan nem tudtunk volna prezentálni, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt majd a decemberi rendelet módosítás alkalmával tesszük helyre. Összességében azt gondolom, hogy azt ki kell emelni, hogy az egyensúlyi helyzet a költségvetés eredeti előirányzatai szintjén is megvoltak, és most a rendelet módosítási javaslat során is megvan. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlya stabil. Ezt mutatja talán az az egyszerű tény is, hogy az önkormányzat tartaléka, amely nem célhoz kötött volt az eredetiben sem, az általános tartalék tovább emelkedett a induló 11 millióról 48-49 millió forintra emelkedett, jelentős összegnek minősül, ez szolgál egy úgymond biztonsági tartalékként az év során esetlegesen bekövetkező folyamatok finanszírozására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen osztályvezető asszonynak, hogy összefoglalta az előterjesztés lényegét. Bizottsági vélemények következnek. Pénzügyi bizottság elnök úr. A pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm. Rendeletmódosítás 6 igennel támogatjuk.
Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Vasarik képviselő úr. Szokás szerint a megszokott színvonal és részletességgel készítette el ismét a pénzügyi osztálya tájékoztatót, és említette ismét a gépjárműadónak a törvényi intézkedésnek a következményét az a költségvetésre. Azt is említette, hogy ennek nem ennek pótlására, de más pótbevételek viszont jöttek, és ezért kiegyensúlyozottnak tekinthető az, amit februárban elfogadott költségvetés. Mégis azt kérdezem meg, hiszen szintén sokat foglalkoztatta az embereket, hogy itt a koronavírus helyzet miatt összességében mennyi pénz elvonására került sor. Itt az 52 milliót ismerjük, ez többször elhangzott. A másik, ami foglalkoztatja az embereket, egyrészt a foglalkoztatási helyzet, amikor nem tudtak dolgozni az emberek, ugye nem termeltek az üzemek, hogy várható-e nagyobb kiesés a iparüzési adóból. És hogy ne kérjek még egyszer szót majd a véleménynyájtásnál, azt gondolom, hogy a költségvetésben előre gondolkodva, bár lehet, hogy néhány helyen nagyon kellene az a pénz, amelyet jelenleg nem tudunk felhasználni, de azt gondolom, hogy a következő pár hónap eldönti azt, hogy hogy alakul, és azok, amik most kényszerből elmaradnak, esetleg megvalósíthatók lesznek. Tehát ez a két kérdés volt, a teljes kiesés, és hogy hogy látják a iparüzési adónak a bevételét. Köszönöm. Mielőtt osztályvezető asszonynak megadnám a szót a válaszadásra. A képviselő úgy fogalmazott, hogy kiegyensúlyozott a mostani költségvetés. Plusz 49 milliót nem tekinteném a mérleg egyforma jelvének. Örülnénk bármikor, hogyha egy jelen állásnál szeptember 3-án a költségvetés ilyen helyzetben állna bármelyik évben, hiszen, mint ahogy az előbb a hozzászólásomban elmondtam, iparizési adóbevételünk még a szeptember 30-ai számok nem érkeztek meg, az még mind vissza van. Ha mi úgy ennek tükrében szerintem olyan szinten fogunk fordulni az év végén, ami biztonsággal megerősít minket abban, hogy nem lesz probléma jövő évben. Tehát ez már a leve most látszik, én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, hiszen a mostani bevallások a tavalyi eredmények alapján készültek, és tavaly nem volt Covid-járvány. Tehát ezt nem nevezném kiegyensúlyozottnak, akkor kiegyensúlyozott, ha mindkét oldal nulla. Most meg plusz 49-nél tartunk éppen. A másik csak egy megjegyzés, és a szakmai válasz nyilván osztályvezető asszony fogja megadni. Az 52,5 millió forint gépjárműadó valóban elvonásra került, és döntést is hoztunk róla, még a veszélyhelyzet idején én magam hoztam meg a döntést, de az önök véleményét kikérve, hogy melyik legyen az a három tétel a költségvetésből, ami ellentételezi ennek a bevételének a kiesését, és így szintén egyensúlyba hozva a költségvetést, na akkor beszélünk egyensúlyról, ha mindkét oldalon ugyanaz az összeg szerepel. Én minden évben kiegyeznénk azzal, vagy ciklusonként, akkor inkább így mondom, hogy egy ciklusban kapunk 9 milliárdot a kormánytól, és 52 milliót meg befizetünk. Most aláírnám ezt a papírt. Osztályvezető asszony, Jöni Asszó. Köszönöm szépen. Itt az iparizési adóra vonatkozóan talán egy kicsit másképp mondanám el. A lényeg azonban teljesen ugyanaz, amit polgármester asszony mondott. Szóval a 2019-es évről eredeti verzió szerint, eredeti jogszabály szerint május 31-ig kellett volna a beszámoló, illetve a bevallás benyújtani, amit említett polgármester asszony is szeptember 30-ára tolódott. Amit a féléves anyagban látnak teljesítési adatként, az ugye a márciusi bevételek, plusz lehetett volna, és más évben az előző évi elszámolásbeli különbözetek 10-20 millió forintos különbözete lehetett volna, az idei évben nincs, de ettől függetlenül az iparüzési adó bevétel volumene teljesen megfelel annak, ami ilyenkor elvárható márciusi adófizetési kötelezettségeiket vállalkozások, lakosság maradéktalanul teljesítette. A bevallások meg fognak érkezni, és már látjuk, hogy folyamatosan jönnek. A bevallás mellett a pénzügyi rendezés az már kétséges lehet, hiszen nem tudható az, hogy a bevallott összeget a Covid helyzet alapján vagy után alatt meg tudta termelni, ki tudja fizetni majd a vállalkozás. Ez természetesen bizonytalansági tényező. Egyszerűen nem határozható meg, vagy nem lehet tudni, hogy mi lesz. És hát
azt gondolom, hogy itt nagyjából decemberben fogunk tudni az utolsó rendeletmódosításnál egy hozzávetőleges összeget tudni, hiszen addigra már a fizetések megtörténnek, az esetleges fizetési halasztások utáni fizetések, és valóban ez magával hordozza a bizonytalanságot, de és hát én azt gondolom, hogy a jövő éve az iparőzési adó tekintetében még bizonytalanabb lesz, mert ugye jövőre vallják az idei év termelési adatait, amit vélelmezni sem tudunk, hogy hogyan bonyolódott, mit tudtak dolgozni, nem tudtak dolgozni, de hát ez majd a jövő évi feladatunk. Köszönöm. Ezzel együtt és azzal együtt, hogy minden adóforintra szükség van, és minden, bármekkora is az a vállalkozás, amit befizet ide a kasszába, szükség van, a legnagyobb adózókat, a legnagyobb bonyári munkáltatókat, a polgármester úrral a veszélyhelyzet idején folyamatosan kapcsolatban voltunk velük, személyesen is egyeztetésekre kerültek sor. Ők azért ennél egy picit megnyugtatóbb válaszokat adtak, és számunkra ez már nagyon fontos. Tehát az az öt, aki a top 50-ből az első öt helyen helyezkedik el Bonyhárt tekintetében, mint munkáltató és mint legnagyobb adófizető, ők arról számoltak be, hogy a tavalyi évre vonatkozóan nem lesznek problémáik, és a jövő évet is csak olyan minimális mértékben most úgy feltételezik, hogy változtatja meg, ami remélem, hogy nagy aggodalomra nem fog okot adni a polgármester úr. Gyakorlatilag ez volt a tárgyalásoknak a lényege. Vélemények, hozzászólások a napirendhez. Nem látok én igényt. Szavazás következik. Aki támogatja, kérem, most jelezze. Aki nem támogatja, és aki tartózkodott, két tartózkodással fogadta el a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, a negyedik. Költségvetési szerv alapítása, Bonyhádi Védőnői Szolgálat. Ez a 68-as számú előterjesztésünk, és az előterjesztésnél szeretettel köszöntöm az 5KLESZ Kft. Megjelent munkatársait, és szeretném megkérni Beréti Témát, hogy foglaljon itt helyet a körünkben. Az előterjesztés mindkét bizottságunk tárgyalta, hiszen egy új költségvetési szerv, új intézménynek a létrehozásáról van szó, és a súlyánál fogva mindkét bizottság tárgyalta. Mielőtt a bizottsági véleményeket elnök uraktól kérdezném, szeretném megkérni Beréti Témát, hogy néhány mondatban foglalja össze a kérésüknek a lényegét. 2010. január 1-től Bonyhádon a védőnői szolgálatot láttuk el, és KFT formájában, vállalkozás formájában, viszont 2019. július 1-től egy kormányrendelet szerint a védőnők bérezése az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá esik, vagyis hát az szerint történik. Viszont mi olyan helyzetbe kerültünk, hogy az adóterheink mellett a NEAK finanszírozásunkból ezt a bértábla szerinti bért nem tudjuk kifizetni a védőnőinknek. Ezért fordultunk polgármester asszonyhoz azzal a kéréssel, hogy mint alapellátásban résztvevő egészségügyi szerv szeretnénk újra az önkormányzathoz tartozni, mivel az önkormányzat a mi béreinket másképp kapja, tehát a NEAK finanszírozáson kívül államilag lehívható pótlékokat kap, amit mi vállalkozók nem kaptunk meg ezzel a kormányrendelettel. Köszönöm szépen a szóba egy kiegészítést. Az egyszerűség kedvéért, hogyha valakinek esetleg ez bonyolult-e volna, bár nagyon szépen is érthetően elmondta a téma, az önkormányzati intézményben dolgozó védőnöknek a bére olyan szinten megemelkedett, hogy sokkal többet kereshetnek ebben a formában, mint hogyha vállalkozásként végzik ezt. Az államnak köszönhetően a lényeg ez. Humánbizottsági véleményt kérdezni. Köszönöm. A védőnői szolgálat megalapítását és a határozati javaslatban szereplő mind a hét pontot külön-külön és együtt is egyhangulag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen. Gazdasági bizottság. Pénzügyi bizottság is egyhangulag támogatta. Köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok én igényt. Hozzászólás, vélemény? Felsoroljuk, miben döntünk? Mert egy döntés van csak. Egy döntés van. Akkor én nem kívánom felsorolni, de természetesen
döntünk szerződéskötésről, döntünk intézményvezető pályázat kiírásáról, és minden olyan jogi lépést megteszünk, ami az intézmény alapítását szolgálja. Szavazás következik. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, 11 igen egy hangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk az önkormányzati lakások, helyiségek béletéről és elidegenítéséről, a lakások béleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályról szóló önkormányzati rendelet módosítása az előterjesztés, amely nem lakbéremelés jelent, hanem csak egy pontosítást. Ez a 69-es számú előterjesztésünk, előterjesztője jegyzőasszony. Kíván-e szoberék igyeztést tenni? Nem, köszönöm. Két bizottság tárgyalta, pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság tárgyalta és egy hangulat támogatta. Köszönöm. Szintén 6 igennel támogatja a bizottság. Köszönöm. Kérdés? Vélemény, hozzászólás nincs, akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy pontosítás a mellékletek négyzetméter pontosításáról dönt a tisztelt testület, nem lakbér változásról, különösen nem emelésről. Aki elfogadja, kérem jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, szintén 11 igennel fogadtuk el. Köszönöm szépen. 6. napirendi pontunk. Beszámoló a Koloni Alapítvány 2019. évi tevékenységéről, ez a 70-es számú előterjesztésünk. Az előterjesztést a Humán Bizottság tárgyalta, és a napirendi pontnál szeretettel köszöntöm Lőrinczi Dávid Mária elnökasszonyt, akit szeretnék tisztelettel megkérni, hogy foglaljon ő is helyet körünkben. És amíg kifárad, addig megkérdezem a Humán Bizottság véleményét elnök úrtól. Köszönöm, a beszámolót a bizottság 4 igen, 2 nem ellenében támogatja. Nagyon szépen köszönöm a bizottsági véleményt, és kérdezem tisztelettel elnök asszonyt, hogy kivene bármilyen szóbeli kiegészítést tenni. Köszönöm. Kérdések következnek. Gecséni képviselő asszony. A beszámolóban a 2. pontban az ösztöndi pályázatról van szó. Az iránt érdeklődnék, hogy hány diák pályázott, és hány fő részesült támogatásban. Van-e további kérdés? Nem látok ilyet, akkor kérdések körét lezárom, és válaszadásra megadom elnök asszonynak a szót. A beszámolóban azért nem szerepel ez az adat még, mert ez a 2019 évről szól. Ez a pályázat a 19-20-as tanévre került meghirdetésre, és most történt ennek a elbírálása, most volt a pályázatok beadásának a határideje. Jelen pillanatig egy pályázó volt, és ő mindenben megfelelt a kiírásnak. Az értékelésre, majd egy városi ünnep, vagy az átadásra, az ösztöndi átadására egy városi ünnepség keretében kerül majd sor, vélhetően a Percel Park átadásával összefüggésben. Köszönöm szépen elnök asszonynak a mindenre kiterjedő válaszát. Van-e hozzászólás, vélemény? Gecsené képviselőasszony. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! A hétfői bizottsági ülés után úgy érzem, hogy azt is el kell mondanom, hogy mi ellenzéki képviselők nem ellenségek vagyunk, tulajdonképpen politikai ellenfelek vagyunk. Természetes, hogy az általunk képviselt állampolgárok véleményének is hangot kell adnunk. Én itt úgy tettem akkor is, úgy érzem, így kell tennem most is. Még mindig azon idézőjelben lovagolok, hogy az alapítvány tevékenysége pártoktól független. Nem így éreztük, nem így érezzük, és ahogy Vasszary képviselő úr is szokott hivatkozni a különböző Facebook bejegyzésekre, bizony nagyon rossz visszhangja volt a közéleti beszélgetéseknek. Igaz, hogy az majd a jövő év témája lesz a Bájer Zsolt féle meghívás, de ebbe az évbe is ahhoz képest, hogy az alap fő tevékenység idősebb fogyatékosok, szociális ellátása, műemlékvédelem, közlekedés kultúra, ehhez képest sikerült 2019-ben is egy Deák Dánielt vagy Kis Rigó László püspököt meghívni. Én ezek után is, továbbra is úgy érzem, hogy az alapítvány pártérdekek mentén létezik, és a függetlenség látszatát sem mutatja. Köszönöm. További hozzászólás?
Amíg ezen gondolkoznak a képviselőtársak, válaszadásra megadnám elnökasszonynak a szót. Szeretném azért leszögezni, hogy elsősorban a városnak a település fejlesztésének és a működésének elősegítésére jött létre ez az alapítvány. Az alapítványnak a kuratóriuma a 19 évi munkatervének az elkészítésénél igyekezett olyan feladatokat meghatározni, amelyeknek a végrehajtásával a mi kis szép városunkat még szebbé, kellemesebbé, élhetőbbé kívántuk tenni a lakosság minél szélesebb körének a bevonásával. Több programot valósítottunk meg, hozzáteszem, hogy a kuratóriumnak a tagjai mindenki társadalmi munkában, ingyenesen, a szabad idejében, és úgy gondolom, hogy lelkiismeretesen végezte a munkáját, amit én a két kuratórium társamnak most itt a nyilvánosság előtt meg is köszönök. Én azért, hogyha most szót kaptam, beszélnék arról, hogy itt nem csak a terítékenről volt szó, hanem az alapítvány igyekezett olyan programokat végrehajtani, amiben bevonta a városnak a széles körét, és örülünk neki, hogy ezt többen meg is értették. Ilyen volt például a Perccel Parknak a rendbetétele, amelyben elsődleges szerepe természetesen Bonyhádváros önkormányzatának volt, aki sok-sok százmilliós nagyságrendű forintot költött arra, hogy az ott élők, de nem csak az ott élők, hiszen ott van a könyvtár, és a város lakossága oda jár, hogy az egy szebb és kulturáltabb környezet legyen a tetőfelújítástól, a járdaépítéstől, a térburkolattól, a fásítástól, a padok elhelyezésétől kezdve ilyen feladatokat látott el. Ebbe próbálta a Kolónia Alapítvány is a maga szerepét kivenni, így mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy a Perccelkert szebb és élhetőbb legyen. A két darab virágtartót a Kolónia Alapítvány finanszírozta, illetve a beleültetett árvácskákat és a környezetében lévő árvácskákat is a Kolónia Alapítvány finanszírozta, illetve elhelyezett kukákat, hogy kulturáltabb, szebb legyen, el lehessen helyezni a szemetet. Úgy gondolom, hogy ezt egyáltalán nem lehetne politikai szempontból megközelíteni, csak emberiből, és mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Másik programunk volt a 20 éves hagyományt megőrizve a Virágos Bonyhádért akciónak a meghirdetése. Több alkalommal a kuratórium tagjaival, illetve a Bonikomnak ehhez értő munkatársával, akinek főállása az, hogy a Bonyhádváros köztereit felügyelje, rendben tartsa, tehát vádolni sem lehet, hogy csak mi magunk ilyen laikusok, tehát szakember igénybevételével, segítségével hajtottuk végre a Virágos Bonyhádért akciót. 38 fokba is jártuk a várost annak érdekében, hogy mindenhova eljussunk, hála Istennek többen jelentkeztek. Díjaztuk ezeket az embereket olyan utalvánnyal, amit felhasználhatnak arra, hogy továbbra is szebb és jobb, élhetőbb legyen a város, virágot és fákat lehetett vásárolni ezen az utalványon. Meghirdettük az ösztöndíjpályázatot, úgy gondolnám, hogy ez sem egy politikai dolog. Segítettük azt, hogy a Városi Családi és Gyermeknap sikeresen bonyolódjon. Itt köszönetet mondunk Sárkány képviselő úrnak, hiszen ő volt ennek a főszervezője, de úgy gondolom, hogy mindenben próbáltunk vele együttműködni, és próbáltuk azt, hogy ez a rendezvény is sikeres legyen. Ezen ezren vettek részt, úgy gondolom, hogy ez sem volt semmilyen pártól függő. Meg lehet vádolni bennünket, hogy a terítéken programsorozatot mi pár szempontból rendeltük meg, amit én hétfőn is mondtam, hogy visszautasítok. Bonyhád városa egy jobboldali érzelmű, többségében jobboldali érzelmű város, és hogyha véletlenül olyan előadó kerül meghívásra, aki szintén jobboldali érzelmű város, azért minket nem kell megvádolni politikai elfogultsággal. Ki szeretném jelenteni, hogy én személy szerint soha életemben egyetlen egy pártnak nem voltam a tagja. Azt nem rejtem béka alá, hogy jobboldali érzelmű ember vagyok,
Én úgy gondolom, ebben nincsen semmi, de abban sem, hogy meghívunk egy Hegyi Katalin irodalomtörténészt, aki a Petőfi Múzeumnak a munkatársa, és az Ady Endre emlékév keretében egy nagyon színvonalas előadást megtart. Én nagyon sajnálom, hogy azok, akik ebbe belevisznek egy politikai színezetet, nem jöttek el ezekre az előadásokra, és nem hallgatták meg, mert ebben sem, úgy gondolom, egy Ady Endre előadásban nem volt semmiféle politika. Meghívtuk, mitől ünnep az ünnep címszó alatt Kisrigor Rászló szegedcsanádi püspököt. Hát, akire azt tetszett mondani, elnézést kérek képviselő asszony, idézem az ön szavait, hogy a Fidesznek a szócsöve. Most én ezt kikértem hétfőn, én nem Fidesz szócsövét hívtam meg, vagyis hívta meg a kuratórium, hanem egy szegedcsanád megyei püspököt, aki karácsony előtt a szeretetről, a családról, az összetartozásról beszélt, és tele volt ez a díszterem, a folyosó zsúfolásig megtelt, és utána ezekkel az emberekkel együtt, a püspök úrral együtt átmentünk az adventi gyertyát meggyújtani, és a püspök úr ott áldását adta a jelenlévőkre és a gyertyára. Most ebbe, ha valami politika van, én nem tudom. Én ezt egyáltalán nem éreztem annak. Meghívtuk valóban Deák Dánielt, őt hívtuk meg, szívünk joga, hogy kit hívunk meg, aki akar, minden egyes rendezvény nyilvános, és bárki, aki érdeklődő, ezeken a rendezvényeken részt vehetett. Én úgy gondolom, hogy nem vagyunk mi pártoktól függőek, én úgy gondolom, semlegesek vagyunk, és próbálunk szívvel, lélekkel azon lenni, hogy ezt a kis várost, ami egyébként számomra szép, kellemesebbé, szebbé és élhetőbbé varázsolni, segítve ezzel a városvezetést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen elnök asszonynak a szóbeli kiegészítését, illetve a kérdésre adott válaszát. A bizottságülésen többen részt vettünk itt a teremben. Egész pontosan úgy hangzott el, hogy a Fidesz püspöke Kisrigó László. Ez sem különb annál a megjegyzésen, amit esetleg elnök asszony most megejtett. Nem kívánom tovább és még egyszer megismételni elnök asszony szavait, de elhangzott több más is, ami számomra azért nagy kérdőjel, mert az is nyilvánvalóan kiderült, hogy képviselő asszony nem is ismeri elnök asszony. Hiszen azt hitte, hogy egy osztályvezető, holott Marika évek óta nyugdíjban van, egy intézményünk vezetőjeként, a GESZ vezetőjeként, de nyugdíjban. Ha valamennyi civil szervezeti élén ebben a városban, a jövőben, azzal a hozzáállással, azzal a becsületességgel, azzal a tenni akarással, önzetlenséggel, önfeláldozással, és még sorolhatnám hosszasan a szavakat, állna mindenki, mint ahogy ezt Lőrincsi Dávid Mária teszi, bármelyik városvezető csukott szemmel vakon aláírná ezt a papírt, amire ez van írva. Amíg az intézmény vezetőként látta el a munkáját, 22 éve ismerjük egymást, akkor kerültünk ki elsőként képviselő, akkor voltam a városban a kapcsolatban. Valamennyi beszámolójánál ugyanez a tisztesség, becsületesség, precizitás jellemezte végig azt a munkát, amit ő folytatott a város érdekében. És emellett azóta is, hosszú évek óta, mondhatom, hogy évtizedek óta számos civil szervezet életében önzetlenül, hangsúlyozom ingyenesen, ami ma már nagyon nagy ritkaság, ugyanezt teszi. Napi szinten rengeteg szabadidőt, energiát, mindent feláldozva. Azért, hogy a közösség összefogjon, és közösen, ez egésznek ez a lényege, szerintem a civil szférának ez a lényege, hogy erősítsük egymást. Amikor vannak jó ötletek a városházán, vannak jó ötletek egy-egy civil szervezetnél, vannak források, pályázati lehetőségek, meg is nyerjük azt, akár közösen a város, először aztán majd a CRLD-ben a civil szervezetek, össze tudunk fogni közös célok érdekében, és megteremtünk valamit, legyen az a Perzselkertnek a felújítása, játszóterestől, mindenestől, ahogy elnök asszony elmondta, vagy bármilyen más program, amivel erősítjük egymást, és előrébb visszük a várost, egy még élhetőbb, még szebb környezetű városát tesszük, szerintem az jó, amellé mindig ki kell állni. Mondjunk a Talka Fesztiválon kívül még egy olyan rendezvényt, ahol ezren megjelennek a városlakók. A majosi gyerekmakom ezren voltak, hiszen regisztráltuk a pályázat miatt a résztvevőket, és sokan még alá sem írták, pedig nyalókát kaptunk cserébe, úgyhogy én kétszer is sorba álltam. De viccet félretéve,
mindig nagyon jól szokott sikerülni, mindig odafigyelünk arra évek óta, amióta közösen dolgozunk, hogy egyre színvonalasabb legyen. Majós a város része, nincs másik program a városban gyermeknapként, teljesen értelmetlen és fölösleges lenne, hiszen a majósi gyermeknap kinőtte magát egy városi gyermeknappá, hosszú évek óta. Ezt kell erősítenünk és segítenünk, és forrásokat, energiát, ötleteket és mindent, amit ebbe be lehet tenni, összefogva, még jobbá tenni egy-egy programot, egy-egy rendezvényt az itt élő közösség érdekében. Hogy ebben a Kolónia Alapítvány magasan kiemelkedő szerepet vállalt több más civil szervezettel, hiszen a körünk belül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, ők is évek óta önzetlenül részt vesznek ezen a programon, és ebben csak meg tud minket erősíteni, vagy nézhetnék a mellette lévő Oroszki Szabolcs, aki a polgárőrséget, elnökségi tagként képviseli jelenleg a teremben, akik szintén hosszú órákon keresztül ők nem sokat élveznek a programból, mert a közlekedés biztonságát biztosítják. Azért van, hogy ez a rendezvény városi szinten jól sikerüljön. És sorolhatnám a programokat, az ötleteket, a rendezvényeket. A lényeg az, hogy összefogással, egymás energiáját, forrásait összeadva tegyünk a város érdekében. Én ezt a munkát szívből köszönöm, az elmúlt évben végzetted is, meg az eddigiekben is elvégzetted. És ha valami ilyen szó a hétfőn sértő és bántó volt, és amit meg lehetett találni, azt megtalálták a becsület kérdését, azt talán így nem bántottak meg embert még a környezetünkben, engem rólam ne perejtsük el. Elnök asszonyról valószínűleg után ismerem, nem? Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt az ő nevében, ha szabad, ebben a körben én ezt visszautasítanám most itt helyben és a nyilvánosság előtt. További hozzászólás, vélemény. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Nekem sem tiszta megvédeni a Kolónia Alapítványt sem, illetve elnök asszonyt sem. De szerintem ebben az esetben említette képviselőtársam, hogy pártpolitikai rendezvények. Én azt gondolom, hogy ezeken a rendezvényeken mindenki el tudja dönteni, hogy részt akar-e venni. Jó magam is részt vettem több Kolónia Alapítványos rendezvényen. Szó konkrétan Bájer Zsoltra én nem voltam kíváncsi, nem mentem el. Püspök úr előadására viszont eljöttem, sőt nem is egyedül, hanem elhoztam magammal a gyermekeimet, mert kíváncsi voltam arra, hogy egy püspök hogyan gondolkodik a karácsonyi készülődésről. Az, hogy a Kolónia alapítványban hány pályázó van egy évben, szerintem nyilván fontos adat ez is. És mint ahogy a Kolónia Alapítvány is fontos a város részében, hiszen a költségvetés részét képezi a Kolónia Alapítványnak nyújtott támogatás is. De én azt gondolom, hogy, és gondolkodtam sokan ezen, hogy elmondjam, és nem is várok rá választ, meg csak úgy elmondom, ami bennem van. De az előző két napirendi pont, tudom, hogy nem ide tartozik, de a Kolónia Alapítvány a költségvetés része, azért össze lehet húzni a kettőt. A második napi rendi pont a költségvetés végrehajtásáról szóló, illetve a végrehajtás értékelése az első fél évi. Az, hogy illetve a második, a harmadik az, ami a költségvetés módosításáról szól, ugye a kettő egymással szorosan összefüggésben van. De az, hogy, és mondom, nem válok rá választ, csak az én magánvéleményem, és csak hangosan gondolkodom, de az, hogy egy ilyen horderejű kérdésben tartózkodni, illetve nemmel szavazni úgy, hogy egy kérdést nem teszek fel az előterjesztés kapcsán, hogy ez miért így van, miért nem úgy van, hát ez merőben furcsa szerintem. Azt köszönöm szépen. Azt mondjuk lehet pártpolitikának nevezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sárkány Szabolcs képviselő úr. Én szeretném megköszönni az elnökasszonynak és a Kolónia Alapítvány minden tagjának, hogy a Majósi Gyereknapnál, mikor leültünk első egyeztetésre, tárgyalásra, hogy kinek mi lenne az elképzelése, ki mibe tud segíteni és hogyan, hogy partnerek voltunk, mindenben segítettek, és az alapítványnak a segítségével úgy gondolom, hogy soha nem látott színvonalon tudtuk megrendezni a gyereknapot, és ezt szeretném még egyszer megköszönni. Köszönöm. Mazzari képviselő. Köszönöm. Nem tudom pontosan, hogy szokott fogalmazni jegyzőasszony, de tényleg úgy van, hogy minden összefügg mindennel, vagy mindig lehet beszélni egy adott téma helyett olyan dolgokra, ami számunkra pozitív. Ezt megtette most polgármester asszony, meg megtette a kuratórium elnöke is. Szeretném elmondani, hogy senki nem vonta kétségbe sem a Kolónia Alapítvány tagjainak, sem az rendezvényen résztvevőknek
a vallás, lelkiismereti, ideológiai szabadságot. Én azt gondolom, hogy volt egy megjegyzés, amelyet ugye elengedtek a kedves hozzászólók a fülük mellett, akkor idézném, hogy feltehetően a képviselőtől demokrácia azt jelenti, hogy azok, akik megválasztották a képviselőket, azok elvárják azt is, hogy amit gondolnak, amit javasolnak, tesznek, annak valahol jelenjen meg itt a döntéshozók előtt. Én úgy emlékszem, de vissza lehet majd nézni, hogy a képviselő asszony, mintha ebben indított volna. És hivatkozott azokra a bejegyzésekre is, amelyek nem egészen azt támasztják alá, mint az itteni hozzászólók, akik most úgy érzik, hogy kicsit védeni kell a bundér becsületet, mert mondjuk egy Fidesz ötös számú pártakönyvvel rendelkező, egy adott időpontban igenis tekinthető politikainak. Senki nem mondta kétségbe azt a munkát, amelyet elvégzett az alapítvány. Az más kérdés, hogyha visszanézünk, hogy a Majosi gyereknap hogy indult, és én azért emlékszem arra az időszakra, amikor bejelentette, hogy a város, pedig ez a Majosi gyereknap nem úgy indult, ennek volt előzménye, volt a korábbi képviselők, hogy megtették, de van egy sikeres rendezvény, hát egy picit vegyünk már részt benne, hát ha bennünket is megdicsérnek. És az, hogy ki milyen munkát, társadalmi munkába, hogyan vesz részt, lehetne sorolni, igen, polgármester asszony, tisztelet érte. De nem erről volt szó. És önök nem akarják megérteni, ezt is tudomásul veszik. És akkor egy megjegyzés képviselőtársamhoz, hogy a napirendeknél ki hogyan kérdezett, vagy nem kérdezett. Igen, sokszor zavarba vagyok, hogy tegyek-e fel a kérdést. Részben azért, mert azt mondják, hogy benne van az anyagban, el kell olvasni, de hát képviselő, vagy a polgároknak egy jó része ezeket nem olvas el, és ahogy a polgármester azt mondja, úgy gondolja, hogy valamit ki kell emelni, én amit fölteszek kérdés, azt gondolom, hogy az is fontos. Ezért is teszem fel a kérdéseket. Na de a költségvetésnél, hogy köszönt vissza az az anyag, amit mi letettünk a 2020-as költségvetéshez? Polgármester azt mondja, korábbi ülésen mondta már, hogy megkaptuk a válaszokat, egyébként úgy jellemezte, hogy nem sok minden volt benne, csak táblakihelyezések vagy egyet. Nem szeretném, hogy egymás szemére olvasnánk, a döntése mindenkinek a sajátja, ezt lehet mondani azt, hogy tisztességtelnek, hogy pártpolitikában, mert az ellenzék nem szokta megszavazni, egyébként az ellenzék azért nem szokta megszavazni, és ez nem bonyhádi jelenség, mert a bonyhádi ellenzék azért kap nagyon sok virálatot, mert hogy mindent megszavaz szó nélkül. Tessék végig gondolni. Nem ragozom, mert demagógiának tűnik. Béremeléstől, vagy jutalomtól, vagy kocsivásárlástól melyiket nem szavaztuk meg? Az már zavar, hogy a hallókészülékemből kimenült az elem, és nem hallom, mert évek óta nincs lehetőség, hogy kihangosítsuk, és a televízióban normálisan lehessen hallani a hangokat. Erre kaptam egy olyan választ polgármester asszonytól, hát hogyha járdekkel csinálunk, inkább azt csináljunk, és ne vegyünk hangosítót, mert neki az fontosabb. Minden fontos, amelyet más javasolt. A tartózkodás az egy jelzés is lehet. Nem azt, hogy nem ért egyet abban, hogy kiegyensúlyozott gazdálkodás, vagy nem azt jelent, amit megcsináltunk, lehet kritik abban, amit nem tudtunk elérni, és ebben benne van biztos a negatívumban az én meg a másik képviselők is a munkája. De azt kikérem magamnak, ha én akarom, akkor indokolom, ha nem, akkor nem. Nem akarok hivatkozni a parlamentbe, ami cirkusz, a bonyhádi képviselőtestület meggyőződésem szerint együttműködő. A egységben a Városért Egyesületnek az ahhoz fel ugyanaz. Az nyíltan megvolt, hogy elindultunk politikai választáson, és hogyha csinálunk valamit, akkor természetesen nézzék meg, hogy az alapszabályunknak megfelel, vagy nem. Nem a virágos bonyhálért akciót, nem a segítséget kifogásolták, és nem annak adott hangot, hanem annak, amelyet nagyon sokan szóvá tettek. És ez lehet, hogy szimpatikus, vagy lehet, hogy nem szimpatikus, de a kioktatást ebben az ügyben a képviselőasszony és a magam nevében is kikérem. Köszönöm szépen. Szerintem kioktatáson nincs szó, mindenki elmondta a véleményét, ugyanúgy az egyik oldal, mint a másik, hogyha az egyik véleményt alkot, a másik is, és egyik sem oktat ki. A hétfői bizottság ülésnek a hangneme, a stílusa az viszont mindenképpen olyan volt, amit úgy gondolok, hogy ebben a helyben is tisztázni kellett, mert bántó volt és sértő. Én a Marika nevében kértem ki, ha ő megteszi, megteszi. Mert elmondtam, de elmondhatom még egyszer. Tehát anélkül, hogy lett volna bármi emberi kapcsolat, és még azt sem tudta róla a képviselő, hogy kicsoda, úgy sértette meg a becsületében. Én azt gondolom, nem
ő nem szorul megvédése, hiszen szerintem nagyon korrektül választ adott elnökasszony, de attól a véleményemet én is megosztatom önökkel. Vasszari képviselőnek a legelső ülésen felajánlottam, hogy foglaljon itt helyet a hallókészülékével együtt. Ön erre nem tartott igényt. Alpolgármester úr kért szót. Értem én, képviselő úr, hogy mire gondol. Most mielőtt erre rátérnék, azért ezt a majusi történetet, ezt viszont én hadd utasítsam vissza, gondolom Sárkány képviselővel egyetemben. Nem ráterepedve, hanem egymást erősítve szerveztük többek közt ezt a rendezvényt is. Tehát értem, képviselő, igaza van, a választói akaratot közvetíteniük kell mind a képviselőtestületen, mind más fórumokon, de azt akkor nyilván pont ön is megérti, hogy mi is egy választói akaratot közvetítünk, és az ezzel kapcsolatos véleményüket mondjuk el. Ennek ellenére én meg szeretném erősíteni a képviselőasszony első mondatait, amiben azt mondta, hogy ellenfelek vagyunk, és nem ellenségek, így nyitotta a hozzászólását. Ez nagyon helyes, én egyébként így is érzem, és ezzel előre léptünk, azt gondolom, az előző képviselőtestület óta, ahol néhol ugye azt érezhettük, hogy ellenségek is vagyunk. Ennek ellenére két apró momentumot, és nem szeretném tovább azt a látszatot kelteni, mintha itt védelem lenne. Nem védelem van, szintén vélemény közvetítés. Véleményem az, hogy az, hogy egy Kisligó László püspököt meghívunk, a képviselőasszony keresztény ember, ráadásul ugye keresztény püspök, világnézeti szempontból bizony jobboldali, néha talán konzervatívnak is mondható. Ez a műfaj, ez ilyen, tehát baloldali és liberális püspököt nem tudtunk meghívni. Egyébként, ha esetleg tudnak ilyet, akkor javasolják. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy tényleg, amit képviselőtársam elmondott, hogy egy karácsony várás előtti gondolatokat osszom meg. Tehát én azt gondolom, hogy az esetében nem volt igaz a képviselőasszonynak. Bájer Zsolt lehet a határeset, ugye erről beszélgethetünk, viszont Bájer Zsolt ugye egyetlen fillér tiszteletdíjat, díjazást ezért az előadásért nem vett fel. Ha a Kolónia Alapítvány neve szerepelt is, az csak papíron szerepelt ott, ez valójában egy egyébként közéleti szereplőként előadott publicista volt itt. Ő valóban nem független pártoktól, de azt gondolom, hogy ennek ellenére Kolónia Alapítvány tevékenysége nem bélyegezhető meg ebből a szempontból. Summa summarum, én azt gondolom, hogy egyetértve azzal, hogy véleményt kell közvetíteni, választói akaratot kell közvetíteni, ezt a talán legjobban működő alapítványunkat, aki ráadásul azóta működik jól, mióta Marikát megtaláltunk, nem volt szerencsés támadni, de ez az én magánvéleményem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszonynak. Úgy döntöttem, amikor ide leültem, hogy ezt nem fogom mondani, de ezek után, ami megint elhangzott, mégiscsak mondom. Tehát 40 évig dolgoztam a közszférában, ebből 25 évig vezetőként. Én mindig igyekeztem a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint elvégezni a munkámat, és mindig függetlenül a pártoktól. Én ezt most is így tettem, még egyszer megerősítem, de amit hétfőn én kaptam, ezt most azért elmondom a nyilvánosságnak, azt mondta a képviselőasszony, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is el kell látszani, ezt most is, és akkor is kikérem magamnak, mert én úgy szeretnék látszani, és úgy is élek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még tovább nyújtsukkal a répestésztát? Egyetlen egy mondat. Gercsenyi képviselőasszony? Egyetlen egy mondat. Itt annál érzem, vagy abban érzem a problémát, hogy beszélünk egy kolónia alapítványról, és az alapítvány munkájáról beszéltünk. Tehát amit én mondtam, az az alapítványról szól. Tehát ha azt mondom, hogy nem elég becsületesnek lenni, már mint az alapítványnak, annak azt egy vezető, egy elnöke, az nem veheti magára. De ha egy beszámolónál, majd a következőknél is, ha elmondom. Szerintem nem bonyolodjunk tovább benne, mert ebből már nem fog jól kijönni. Kovács Ferenc képviselő még nem kért szót, önni a szó, és utána szeretnék egy szavazást elérni. Igen, tehát nekem azért furcsa az egész sztori egy kicsit, mert tehát, egy civil szervezet a Bonyhádon azzal kell védenünk, hogy nem pártpolitikai célokat szolgál. Azt gondolom, hogy a jobboldali konzervatív oldalnak van mit tanulni a baloldali liberális önmagukat
civil szervezetnek kikiáltó szervezetektől, akik ilyen, ki tudja milyen finanszírozásból politikai érdekeket szolgálnak ki, akkor önöket valószínűleg ez nem zavarja, most ezt megtámadja. Csodálkozom meg. Köszönöm szépen, szavazunk, aki... Bocsánat, egy kérdés azért hadd legyen. Kérdéseket legalább fél órával ezelőtt lezártuk. Bocsánat, nem a polgármester, ez nem az előterjesztés, hanem az előbbi megszólalás. Úgy gondolom, nem adtam önnek szót, de kérdezzen, önné a szót, kérdezzen. Ha nem régi szokkal beszélünk, mert eddig azt gondolom, hogy nagyon konkrétumokról beszéltünk. Elnök urat megkérdezhetem, hogy kire gondol? Milyen szervezetre vagy Bonyhádon működő szervezetre gondol? Köszönöm. Mert én, amikor példát mondok, akkor igyekszem olyat mondani. Képviselő föltehette a kérdését, köszönöm. Igen. A napi rendről szavazunk, aki válasz az előterjeszt... Képviselő úr, föltehette a kérdését. Aki a napi rendet elfogadja, kérem, most jelezze. Aki nem fogadja el, és aki tartózkodott. Most szeretném akkor úgy kérni, hogy egyértelmű legyen a nemmel. Vasszari képviselő, Gecsenyék képviselő, hogy tartózkodott, vagy nemmel szavazott? Nemmel szavazott. Akkor két nemmel és 9 igennel fogadtuk el a beszámolót. Az alapítványnak további jó munkát kívánunk, és megkérném még elnök azt, hogy egy picit maradjanak körünkben, hiszen a következő napi rendi pont a 7-es szintén az alapítványjal kapcsolatos. Az alapítókirat módosításáról az előterjesztést a Humány Bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezik. Köszönöm szépen. Az alapítókirat módosítását a bizottság 4 igen, egy tartózkodás és nem egy nem ellenében támogatja. Köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok ilyen igényt. Vélemény, hozzászólás? Vasszari képviselő. Igen. Mármint a kuratomi tagsága, ugye? Igen. Annál alapirendnél tartunk, igen. Nehogy mellé beszéljen. Ez is azt jelenti, hogy ez egy olyan városi köztiszteletnek és a város lakossága érdekében a köztiszteletet kivívó egyesület működik, amelyben a lelkiismereti, vallás, ideológiai szabadság tiszta, de évek óta véletlenül sűrűben egy olyan, akit elnök úr megfogalmazásában mondjuk nem a templomban jár, hogy közvetlen hitét gyakorló keresztény, de nem hitetlen, nem bogány, de mondjuk talán liberális nézeteket való személyben lenne. Ha jól tudom, ha csak nem változott valami, vagy ugyan elég rosszul látok, és nem biztos, hogy jól látott ettől az allergiától, de mintha most egy vadonatúj munkatársat jelölnénk a kuratórium tagjának, és mondjuk nem egy olyan másik civil szervezetben is esetleg dolgozó, vagy más köztiszteletben álló személyt, hogy erősítse ezt a kuratóriumot tapasztalatával. Én tudom, hogy szükség van a fiatalatra, és a véletlenül se értség félre, nem személyről van szó most, arról a személyről, akit javasoltak. Annak az elvnek, amiről előtte hosszú perceken keresztül beszéltünk. Kit javasolunk? Polgármesterasszonynak a személyi asszisztensét, akik most vettünk föl 17-től dolgozni. Tehát mi nem akarunk rátelepedni, nem akarunk nagyon befolyásolni a saját ideológiai, politikai elképzelésünknek megfelelően a civil szervezeteket, hiszen azok szabadok, függetlenek, csak jó, ha mindent tudunk, és ha lehet, akkor azért olyan döntések szülessenek, amik mondjuk a alapító elvárásának megfelel. És én akkor most mondom, hogy nem fogom támogatni, és nem a személy miatt. Minden tiszteletem az övé, köszönöm a 17-e óta végzett munkáját, az őszinte bemutatkozását, és csak elismerésre tudok szólni a pár napi munkájáról. Az előterjesztőnek a meggondolatlanságát, vagy a végig nem gondoltságát, és azt, hogy ebből a döntéssel megerősít mindazt, amit kritikaként elhozott az előző napi rendnél. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor azért szeretném elmondani a tájékoztatásom, hogy a képviselő nem tagja a Humán Bizottságnak, és nem is vett részt egyik ülésen sem a hétfőn, ha jól emlékszem. Ott is elmondtam, nagyon röviden, két mondatban, egyszerűen gyakorlati oka van, semmi más. Hiszen rengeteg adminisztrációval, rengeteg olyan dologgal függ össze az alapítvány munkája, a kolléganő meg kéznél van, önkormányzati dolgozó, nem hivatalnok, ez az egyetlen egy indok és ér volt, szerintem ez bőven elegendő, és minden más feltételezés háttérbe szorít. Előbb jegyző az, hogy megtetszett szólítani, én szoktam mondani, és azt, hogy mindennek oka van, ennek ez az oka. További hozzászólás, vélemény van-e? Igen, egy pont megjegyzésem.
Képviselő. Köszönöm, ismételten tájékoztatta a lévő nézőket, hogy nem vettem részt bizottságülésen, akkor szeretném őket tájékoztatni, hogy az egyik méregfogamat húzták, és annak örülök, hogy most legalább itt lehetek. Ezért nem vettem részt ismételten a bizottságülésen, ha már hiányoztam, ennek örülök. A másik dolog pedig egyébként végig gondoltam, és egyébként az indoka most, amit elmondott polgármester azt, hogy nagyon logikus, hiszen a civil szervezetnek a tagjai, az elnöksége társadalmi munkában végzi a munkát, és ez a tag lenne az, vagy lesz az a tag, aki az adminisztrációt és egyebet át tud vállalni. Tehát az indokát természetesen elfogadom, és abban egyetértek. Köszönöm, köszönöm szépen. És ha jön itt, ezt hallja, akkor én ezt most nem ismétlem meg. Egyedül az önkedvéért tettem. Szavazásra bocsátom az előterjesztést, aki elfogadja, kérem jelezze. Aki nem fogadja el, és aki tartózkodott, 2 nemmel, 9 igennel elfogadtuk. További jó munkát kívánunk az alapítványnak, amiben tudjuk mindenben, segítjük önöket. És 8. napirendi pontunkhoz értünk, ahol szintén egy beszámoló az előterjesztés, mégpedig a Bonyádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a munkájáról szól, és az előző évről. A napirendi tisztelettel köszöntöm Miklós Roland elnök urat, megkérem, hogy foglaljon helyet itt körünkben. Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztés. Köszönöm. A beszámolót egyhangulag támogatjuk. Köszönöm szépen. Elnök úr, kíván bármilyen szóbeli kiegészítést tenni? Köszönöm, kíván. Nem kíván vele élni. Van-e kérdés? Nem látok én igényt. Vélemény, hozzászólás? Kecsényi képviselő asszony. A bizottság ülésen sajnos nem volt ott, de ott is elmondtam, hogy rendkívüli módon tetszik az a dolog, hogy a fiatalokkal, az ifjúsággal, az itt utánpótlással ennyire foglalkoznak. Mert ha azt a számadatot nézem, hogy van vonulós tűzoltójuk 15, és ifjúsági diák 14, akkor itt az utánpótlással semmi gond nem lesz. Azt is örömmel láttam, hogy mindenféle pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni, és gratulálok a megyei versenyen elért második helyezésükért, és még egyszer az utánpótlás nevelésbe ez a munka, ez csodálatos. Gratulálok a munkájukhoz. Köszönöm szépen. További hozzászólási igény van-e valamennyiünk nevében, akkor ezt a hozzászólást csak megerősítetem. Minél több habparti, minél több program, minél kevesebb tűzoltás, további jó munkát kívánunk, szavazásra kerül sor, aki támogatja az előterjesztést, kérem most jelezze, aki nem, és aki tartózkodott, 11 igennel egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, még egyszer további jó munkát kívánunk. 9. napirendi pontunk szintén egy beszámoló a Bonyádi Polgárőr Egyesület munkájáról, ez a 73-as számú előterjesztés. A napirend kapcsán tisztelettel köszöntöm Oroszki Szabolcs urat, aki az elnökség tagja. Kérem, foglaljon helyet körünkben. Humánbizottsági véleményt kérném elnök úrtól. Igen, köszönve a munkájukat, egyhangulat támogatja a bizottság a beszámolót. Köszönöm. Kérdezem Oroszki urat, hogy kíván-e bármilyen szóbeli kiegészítést tenni? Köszönöm a szót, kívánok. Öni a szót. Két gondolatot szeretnék. Egyrészt tisztelettel megköszönöm Bonyhád Városi Önkormányzatának, képviselőtestületének azt a támogatást, amelyet a 2019-es évben is megkaphattunk. Ez az alapja annak, hogy a működésünk sikeres lehet. A másik az egy statisztikai jellegű kiegészítés lenne. A beszámolónkba leírtuk, hogy egy fővel emelkedett a taglétszámunk, tehát jelenleg 24 fő tagja van az egyesületünknek. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen a kiegészítést. Bizottsági vélemény, elnök úr. Mondtam. Már érkezett a Oroszki úr, akkor kérdések következnek. Nem látok én igényt. Vélemény, hozzászólás. Gyecsényi képviselő asszony. Mivel a kérdésem lett volna, arra válaszoltak, erre a 24 főre lettem volna kíváncsi, hogy hány fővel végezték, hiszen nagyon szép kimutatás szerepel, hogy mennyi társadalmi munkát végeztek, és az óraszámokat tekintve ez a 24 fő valóban nagyon sok munkát végzett. Én szerintem köszönettel tartozunk a Polgárőr Egyesület valamennyi tagjának, hiszen ők is akárcsak az önkéntes tűzoltók szabadidejükből végzik ezeket a tevékenységeket. Én nagyon szépen megköszönöm a munkájukat. További hozzászólás, vélemény van-e?
Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen, és egy 11 igennel bocsájtjuk útjára Oroszki urat egyhangulag. Köszönjük szépen, köszönjük a munkát. Szépen. Tizedik napirendi pontunk beszámoló, a Bonikom Rkft-vel kötött közfeladatellátási szerződés 2019. év teljesítéséről, ez a hetedikös számú előterjesztés és a pénzügyi bizottság tárgyalta, amíg igazgató úr kifárad az asztalhoz, addig a bizottsági véleményt kérném elnök úrtól. Pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Igazgató úr kívánja-e bármivel szóban kiegészíteni? Nem, köszönöm. Osztályvezető asszony, jegyző asszony, kérdések következnek. Nem látok én igényt, vélemény, hozzászólás. Amennyiben nincs, szavazás következik, aki elfogadja az előterjesztést, azt kérem most jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, 11 igennel egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk. 11. napirendi pontunk, újra egy beszámoló, mégpedig az ingyenesen használatba adott sportlétesítmények használatáról szól. Ez a 76-os számú előterjesztés, minden évben beszámolunk róla, és minden évben a Humán Bizottság tárgyalja. Igen. És a pénzügyi bizottság is, ezért a Humán Bizottsági véleményt kérdezem. 6 igennel a bizottságunk támogatja a beszámolót. Köszönöm, elnök úr. Pénzügyi bizottság is egyhangulag támogatja. Köszönöm, van-e kérdés? Vélemény, hozzászólás. Mindkét bizottság ülésén valamennyi kérdésre választattunk. Nagyon sok kérdést tettek fel a képviselőtársaim és a külső bizottsági tagok. Úgy látom, hogy sikerült mindent tisztán látni. Szavazunk, aki elfogadja az előterjesztést, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, 11 igennel egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm. 12. napi rendi pontunk. A beszámolók sorában még nem az utolsó, de már majdnem. Az önkormányzat elmúlt évi vagyongazdálkodásáról szól, ez a 77-es számú előterjesztés, amelyet a pénzügyi bizottság tárgyalt. Elnök urat kérem a bizottsági véleményről. Pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok kérdést. Vélemény, hozzászólás? Kérnék szépen egy szavazást, aki elfogadja, most jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, 2 tartózkodással és 9 igennel fogadta el a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk, Banyádváros önkormányzata vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata, ez a 78-as számú előterjesztés, és szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság. Elnök urat kérem a bizottsági véleményről. A pénzügyi bizottság ezt is egyhangulag támogatta. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs ilyen igény. Vélemény, hozzászólás? Nincs. Akkor szavazunk az előterjesztésre, aki elfogadta, kérem jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, 11 igennel egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk, újra egy beszámoló, mégpedig a gondozási központ szakmai beszámolója az elmúlt évi munkáról, ez a 79-es számú előterjesztés. Megkérném igazgató asszonytól foglalni a helyet a körünkben, és amíg Sebessén úrtól az asztalán helyet foglalunk, már bizottsági véleményt kérdezni meg. Köszönöm. A sok beszámoló mellett ez a beszámoló volt az, ami a bizottság együttesen és külön-külön is a legnagyobb elismeréssel vallott. Tehát köszönet a munkájukért, egyhangulag támogatja a bizottság a beszámolót. Köszönöm szépen. Kérdezném még igazgatóasszonyt, hogy bármit szóban szeretne kiegészíteni. Köszönöm szépen. Nem. Nincs ilyen igénye. Bármilyen kérdés van-e igazgatóasszony felé? Szintén nincs rá igény. Hozzászólás, vélemény. A polgármester úr. És ez még csak a 2019-es beszámoló volt. Mi lesz a 2020-es? Bizonyára mindenki ért, hiszen a veszélyhelyzetben a gondozási központ valamennyi munkatársa maximálisan, és nem is tudom, hogy 128 vagy 230%-ot mondjuk vette ki a részét. Mindannyiunk nevében köszönöm ezt a lelkismeretes munkát. Kiváló kapcsolat van az intézmény valamennyi dolgozójával. Mondhatom, hogy napi kapcsolat. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk az intézménybe, és bízunk benne, hogy sokáig segítik az itt élők gondozását és valamennyi ellátást, amilyen formában önök dolgoznak. Szavazás következik. Aki támogatja a beszámolót és elfogadja, azt kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, 11 igennel egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, szívből kívánunk további jó munkát. És a beszámolók sorában még mindig nem az utolsó, a 15. napirendi pontunk, ahol szintén egy önkormányzati alapítványnak a beszámolója, jelesül a Völgységi Tájékutató Alapítványnak az elmúlt évi tevékenységéről szóló
beszámoló napirendi pontunk, elnök urat, ez esetben, mint elnököt szólítom dr. Szőzoltánt az asztalhoz, és kérdezem a Humán Bizottságot, a bizottsági véleményét. Egyhangulat támogatja a bizottság az alapítvány munkáját, beszámolóját. Köszönöm, elnök úr, kívánok bármilyen szóbeli kiegészítést tenni. Nem? Jó, bocsásson, mert nem értettem a mondat végét. Nem kíván, természetesen, ha van bármilyen kérdés arra, elnök úr válaszol, nincs ilyen igény, hozzászólás, vélemény, Vaszari képviselő úr. Csak a szokásos módon minden egyes alkalommal, amikor a alapítvány tájékoztatót tart, azt hiszem, hogy az elismerés hangján lehet szólni róla, és hogyha már korábban szóba kerültek, akkor a alapítványnak a kuratóriumban, a vezetésben és a tagok mozgatásában, amit meg tudott tenni, azért köszönetet tudjuk mondani. Én ezt megteszem a mi részünkről. Gondolom, a munkája során sokszor volt meg ebben része. További jó egészséget kívánok, köszönöm. Ez különösen aktuális most, miután látjuk, hogy Sanc Galér van itt elnök úr nyakán. Valamennyi nevében jó egészséget kívánunk. Szavazás következik, aki elfogadja a beszámolót, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, 11 igennel egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk. 16. napi rendi pont. Beszámoló a Bonyhád Város Mezőgazdasági Kft. Elmúlt évi gazdasági tevékenységéről, a 2020. évi üzleti terv jóváhagyása, ez a 81-es számú előterjesztés. Nem voltunk elő figyelemmel, hogy a Bonikom és a Mezőgazdasági Kft. Napirendjét egymás után tárgyaljuk, ezért újra köszöntöm az asztalnál dr. Falkas Attila ügyvezető urat. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és ez egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú cég, amelynek a beszámolóját nem a júniusi ülésen tárgyaltuk, erről már a bizottsági ülésen is szót ejtettünk, konkrét oka volt. Ezek az okok elárultak, ezért a szeptember 30-ai bezárólag való kötelezettségnek így is eleget teszünk. Elsőként kérdezném igazgatónak, kíván-e bármilyen szobai kiegészítést? Köszönöm. Kíván. Bizottsági véleményt kérdezem elnök úrtól. Pénzügyi bizottság egyhangulat támogatta. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nem látok én igényt. Hozzászólás? Nincs. Akkor szavazunk, aki elfogadja a beszámolót és a idei év üzleti tervet, azt kérem most jelezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott 11-en egy hónapulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánunk, és jó időjárást. Mert az a legfontosabb ennél a cégnél. No. A 17. napi rendi pontunk, ha jól látom, akkor a beszámolók végére értünk, egy pályázat benyújtása, mégpedig a Reki benyújtása, lánykör nevén Önriki, aki így jobban ismeri, főszereplője az előterjesztésnek, ugyan én vagyok írva, de természetesen osztályvezető asszony készítette el az előterjesztést, pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérem, a véleményt van. Pályázat benyújtásnak egy hangulatán van a bizottság. Van-e kérdés? Nem látok én igényt. Vélemény, hozzászólás nincs. Akkor a, jól tudom, a szeptember 30-ai határidőre eleget tudunk tenni, amennyiben ezt ma megszavazzuk. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikeresen pályázunk. Aki támogatja, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott 11 igennel egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. És akkor a napirendi pontok tárgyalásakor előzetesen jeleztem, hogy 18. napirendi pontként a helyszínen kiosztásra került, és a pénzügyi bizottságon már tárgyalt napirendi pontot, jelesül a vízi közműrendszer vagyonértékelésével kapcsolatos döntést meghozatalát fölvettük. Bizottsági véleményt elnök úrtól kérdezném. Igen, tudtuk már tárgyalni, a pénzügyi bizottság egyhangulat támogatja. Sikerült-e elolvasni az előterjesztést azoknak a képviselőknek, akik nem vettek részt hétfőn az ülésen? Vagy hagyjak egy néhány percet az elolvasásra? Nincs rá szükség. Nem látom rendesen, megszavazom. Jó, akkor kérdés van az előterjesztéshez? Vélemény, hozzászólás nincs? Akkor kérnék szépen egy szavazást, aki támadja, kérem most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk, 11 igennel. Eljutottunk akkor az egyebek napirendhez, ahol elsőként a döntést igénylő kérdéseket, vagy a kérdéseket tegyük végig. Kérdéseket. Jó. Kérdés interpelláció az egyebekben szokott megtárgyalásra kerülni. A mai ülésre több kérdés is érkezett. Vaszari képviselő úrtól és Gecsenék képviselő asszonytól is.
Ha jól tudom, helyszíni kiosztással megkapták a válaszaimat. Ha mennyiben nem, akkor megkérem a kolléganőt, hogy a válaszadás közben legyen szíves kiosztani. És számomra mindegy a sorrend, hogyha elfogadják a javaslatomat, akkor háromféle van, abból kettőt Vasszony képviselő jelzett, egyet pedig Gecsenné képviselőasszony. A garázsos témával, ha kezdhetjük, akkor a szokásán az szokott lenni, hogy képviselő felolvassa a kérdését, és én arra az kérdésre megadom a választ, és akkor így felváltva olvassuk a kérdést, és a választ a tisztelt képviselők számára. Jó? Igen, ha annyit megengedne, hogy allergia elkapott és törögetem szemet, nem igazán látok jól, hogyha a kolléganőmet megkérhetem. Persze, olvassatom. Akkor hát, ha mást olvasok, mint ami le van írva. Akkor kérem, tegye meg, hogy mindkét témában lévő kérdéseket adja át a képviselőasszonynak. Köszönöm. És akkor képviselőasszonynak csak azt kérem, hogy a garázsos témájuk legyen szíves elsőként, és legyen szíves mindig egy-egy kérdést, csak egy-egy szakaszt felolvasni, mert rögtön a kérdés után én megadnám egyenként a válaszolót. Tehát kérdéseink a garázssorra tervezett közvilágítás bővítéséről. A tájékoztató levél arról szól, hogy az önkormányzat tervezi a közvilágítás bővítését. Tudomásom szerint ez nem volt napirenden önkormányzati ülésen, és akkor a tájékoztató levél első mondata már valótlanságot, időzőjelben lásd hazugságot állít. Miután a garázssor képviselői megkerestek azzal, hogy a garázsról nem megoldott a világítás, megvizsgáltattam a felvetett problémát, melynek során kiderült, hogy az érintett ingatlanok magántulajdonban vannak. Ezek egyrészt garázsszövetkezeti, másrészt társas garázsok tulajjogú formában vannak. Ezt követően tekintettel arra, hogy 241 garázsról van szó, megvizsgáltattam a műszaki lehetőségeket. Eszerint a közvilágításba beköthető a terület, de kizárólag egy műszaki megoldás létezik. Ennek megfelelően indikatív ajánlatot kérettem be az összköltség vonatkozásában, melyre 4.601.000 forintos ajánlat érkezett. Továbbá tekintettel arra, hogy nem közterületről van szó, a garázstulajdonosok érdekében terveztettem be a költségvetésbe a kivitelezési költség felét, mint beruházási támogatást. Javaslatom az önkormányzat képviselői támogatták, hiszen Bonyhádváros önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020-as önkormányzati rendeletet elfogadták. A rendelet 7/6 melléklet 12. sora nevesíti a beruházási támogatást, melyről természetesen rendeletről lévén szó a képviselők döntöttek. Mindezek ismeretében a hazugságot határozottan visszautasítom. Amennyiben a tervek már elkészültek, miért nem ismertették az érintett garázstulajdonosokkal? Olyan bővítésre kérnek pénzt, aminek a tartalmát nem is ismerjük. Egyetlen műszaki megoldás létezik, a terület közvilágítással történő rákapcsolása, melyet az önkormányzat testületi felhatalmazással terveztetett meg. A terveket július 29-én küldtük meg e-mailen a kérelmezők képviselőjének, aki válaszában megköszönte ezt azzal, hogy a terveket ismerteti az érintettekkel. Ezt követően fordultunk minden egyes garázstulajdonoshoz augusztusban levélben azzal, hogy hozzájárulnak-e a közvilágítási hálózat kiépítéséhez, melyet képviseletükben már kértek tőlem. A tervek bárki számára megtekinthetők, azok nyilvánosak, de ilyen irányú igény nem merült fel a garázstulajdonosok részéről a levél kiküldése óta sem. Mennyibe kerülne a közvilágítás bővítésének megvalósítása, hogy az önkormányzat nem tudja a teljes költséget vállalni? Az indikatív ajánlat értelmében 4.601.000 forintba. A magánterületen tervezett beruházáshoz az önkormányzat támogatást tud nyújtani. A teljes költséget nem vállalja. Bonyhádon jelenleg is több milliárd forint értékű beruházások folynak. Ez a bővítés... Bocsánat, egy kérdés kitetszett hagyni. A következő kérdés az, hogy talán a Tiborc végezni. Ja, talán a Tiborc fő végezni a kivitelezést azért ilyen drága? A beszerzési szabályzat értelmében, mint minden esetben, legalább három árajátott kérésére kerül sor. Felhívom képviselő úr is, ez esetben hölgy figyelmét arra, a tényre is, hogy a közvilágítás korszerűsítése városunkban 2018-ban nyílt közbeszerzési eljárás keretében lezajlott, melynek nyertese a PS Projekt Kft. Lett, a munkát a Közmegmill Kft. Végezte el, mint közös ajánlattevők egyike. Bonyhádon jelenleg is több milliárd forint értékű beruházások folynak.
Ez a bővítés elenyésző költséget jelenthet. A városban zajló beruházások pályázatokból vagy címzett támogatásokból valósulnak meg. Azok terhére vagy költségére nem lehet elszámolni sem más önkormányzati tulajdonon, sem más magántulajdonon megvalósuló fejlesztést. A beruházás magánterületen zajlik, a garázs tulajdonosok érdekében. Támogatást biztosít az önkormányzat az alábbiak szerint. Átvállalja a tervezés költségét, összefogja a garázs tulajdonosokat, indikatív ajánlatot kér be, igény esetén lefolytatja a beszerzési eljárást, ahol a garázssorok képviselői javaslatot tehetnek a kivitelező személyére, rendelkezésre áll a kivitelezés során, ráköt a közvilágítás rendszerére. Ebben az országban rengeteg elköltendő pénz van, amire a Fidesz akarja. Lásd, a Potápi Árpja napokban dicsekedett, hogy a határon túliak iskola kezdésére is jut magyar adóforint. A bonyhádi adófizetőknek miért kell közvilágítást saját zsebből finanszírozni? Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr által említett, a Magyarország kormánya által a határon túli magyarság iskolakezdésére nyújtott támogatás nincs összefüggésben a magántulajdonon lévő közvilágítás önkormányzati támogatásával. Az érintett adófizetőknek azért kell részben finanszírozni, mert azokat a garázsokat szeretnék megvilágítani azon a területen, mely a sajátjuk. Az önkormányzat segítséget nyújt az előbbiekben ismertetett valamennyi pontban. A 65 éven felülieknek küldött ajándékmaszkhoz mellékelt levelet a polgármester asszony írta alá. A pénzkérő levelet miért nem ő szignózta? Bonyhádváros önkormányzata és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadványozási rendjéről szóló 12/2015-ös számú utasítás alapján a műszaki osztály vezetője jogosult az aláírás. A Mónus Illés utca mögötti garázssoron az elmúlt években történt garázsbővítés óta rendkívül megnövekedett a forgalom, sokszor balesetveszélyesen közlekednek az autósok. Nem csak a közvilágítást, de az út és csapadék elvezetést is fejleszteni kellene. A részben külterületi földes út állapota az önkormányzat számára is ismert. Az utak felújítására fordítandó keret összegét a képviselőtestület hagyja jóvá a költségvetési rendeletben az utak állapota és a forgalma alapján. A Fidesz állítólag kíváncsi az emberek véleményére, ezért konzultálni kellene a garázs tulajdonosokkal. Hívjon össze a hivatal egy egyeztetést az érintettekkel. A garázs tulajdonosok kérelemmel fordultak felém, melynek következménye a fent említett levél. A garázs tulajdonosok vették fel a kapcsolatot az önkormányzattal egy több évtizede megoldatlan ügyben. Az egyeztetés megkezdődött valamennyi érintettel, ha valamelyik garázs tulajdonos bővebb információt szeretne kapni, a műszaki osztály munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre. Tudomásunk szerint tovább fog bővülni a konténergarázsok száma. Ennek mennyi a valóság tartama? Az önkormányzat nem tervezi garázsok építését. Más kivitelezői szándékról nincs tudomásom. Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében 2020. március 1-től a Tolna megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi osztálya illetékes a kérdésben. Az ETDR rendszer nyilvános felületén nem látható beadott garázsépítési kérelem. A garázssor kiépített bejáratánál lévő autószerelő műhelynél napközben kaotikus állapotok uralkodnak. Egy tükör segíteni a ki- és behajtást. A megnövekedett autó... A tükör kihelyezésének szükségességét és lehetőségét megvizsgáltatom. A megnövekedett autószám miatt ez az egy a keleti oldalon kiépített behajtó út már nem győzi el a forgalmat. Szükség van a jelenleg még murvás bekötő út szilárd burkolattal történő kiépítésére a nyugati oldalon. Erre mikor fog sor kerülni, és ehhez is hozzájárulást fog kérni az önkormányzat? Az 1804/114-es helyrajzi számú alatti út nem lakóingatlan megközelítésére szolgál. A több száz garázs tulajdonos miatt eleve reménytelen vállalkozás volt építőközösség létrehozása és a pénzbeszedés. Idézet vége. A levélben ilyen mondat nem szerepel, nem hoztunk létre építőközösséget, hanem a magántulajdonosok kérésére önkormányzati támogatást nyújtunk a közvilágítás megvalósításához. 241 garázs áll közel 1 hektár területen. A garázsok garázsszövetkezeti és társas garázs formájában kerültek bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba,
Így mind a jogi, mind az építési és ügyintézési folyamat minden érintett fél számára zökkenőmentesebb lesz azáltal, hogy az önkormányzat az anyagi forrás mellett szervezési támogatást is nyújt. Természetesen képviseleti joggal is felruházhatnak tulajdonost, ügyvédet, aki vagy kötött, vagy teljes fel, vagy meghatalmazással rendelkezhet és tehet nyilatkozatot. Amennyiben a tulajdonosok a beruházásra a hozzájárulás 10.000 forint per garázs mértékének ismeretében is igényt tartanak, akkor szeretnénk számukra segítséget nyújtani a megvalósítás terén. Ismeretem szerint a garázs soron egy magánszemély saját beruházásában több bérgarást épített. Ővele történt egyeztetés, vagy csak a fentjelzett levélből értesült a tervezett beruházásról. Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő tulajdonosokat kerestük meg, akiknek rendelkezési jogosultságuk van. Amennyiben valakinek több garázsa van, az annyiszor 10.000 forinttal érintett a hozzájárulással. Kérem válaszaim szíves elfogadását. Kérdezem képviselőt, hogy elfogadja a válaszaimat. Köszönöm, annyi megjegyzést engedjenek, polgármester, hogy a levél elejéről lemaradt, az idézőjel vége az megvolt, hogy én ezt bemásoltam abból a levélből, amelyet megkerestek. Az utolsó kérdés volt az enyém, és az ő nevükben is azt gondolom, hogy korrekt választ kapta. És köszönöm szépen, igyekszem eljuttatni hozzájuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Akkor következő Parlagfüves. Tisztelt polgármester asszony, a Mónus Illés utcából többen jelezték, hogy a környező mezőgazdasági művelési területeken burjánzik a parlagfű. Sokan szenvednek az allergiától, egyre többet költenek gyógyszerekre, állapotuk évről évre elkeserítőbb. Egyikőjükkel körbejártam a területeket és fényképeket készítettem. Kértem, hogy ne forduljanak még a kormányhivatalhoz panaszukkal. Ígéretem szerint felhívtam a Bonikom ügyvezetőjét, aki megígérte, hogy intézkedik. A négynapos hosszú hétvége után rákérdeztem, hogy mikor várható a gyomok írtása. Augusztus 25-én Kozma Anikó osztályvezetőnek is jeleztem, önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú, valamint magánterületek is nagyon fertőzöttek. A mai napon újra megnéztük a nevezett területet. Siralmas. Kérdéseim. Kinek a feladata a hivatalban a környezeti állapot rendszeres figyelemmel kísérése? Közfeladat ellátási szerződés alapján a Bonikom Nonprofit Kft. Feladata, ugyanakkor a hivatal műszaki osztálya is figyelemmel kíséri. Milyen intézkedést tett ön a vezetői értekezlet alkalmával ebben az ügyben, tekintettel a tulajdonosi jogok gyakorlójaként az önkormányzati területekre? A felmerülő problémák hatékony megoldása érdekében legtöbbször nem várom meg a hétfő reggeli vezetői értekezletet, tekintettel arra, hogy magam is rendszeresen járom a várost, minden alkalommal legtöbbször az érintett területekről hívom fel a Bonikom Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, vagy Kozma Anikó műszaki osztályvezetőt, akik a szükséges intézkedéseket megteszik. Hány földtulajdonos vagy földhasználót szólított már fel ilyen ügyben a hatósági osztály? Nem a hatósági osztály feladatkörébe, hanem a műszaki osztályhoz tartozik. Minden alkalommal szóbeli figyelmen felhívásunkra az ingatlan tulajdonosa vagy annak használója eleget tesz kötelezettségeinek. Került-e bírság kiszabására sor? Mekkora összegben egy-egy érintett tekintetében? Bírság kiszabására nem került sor. Célunk elsősorban nem a bírságolás, hanem a megelőzés, a figyelemfelkeltés. Egyúttal tájékoztatom tisztelt képviselő urat, hogy 2013 óta működik a parlagfű bejelentő rendszer, amellyel interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfűves terület bejelentését. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal rövidebb nevén NÉBIH oldaláról megadott webcímen közvetlenül elérhető. Kérem válaszaim elfogadását. Képviselő úr? Elfogadtam. Köszönöm, és akkor rátérhetünk Gyecsenyi képviselőasszony kérdéseire. A járvány kezdete óta hány tesztelést végeztek Bonyhádon? Az elmúlt képviselő testületi ülés óta ott kezdődik a... Rossz a nyomtatóm, és én gyorsan, amit tudtam, kijegyzeteltem, tehát ez nem is szó szerinti az enyém. Az elején még jó volt, a végére meg már végre bajunk volt. Tisztelt polgármester asszony, az elmúlt képviselőtestületi ülés óta több esemény is történt a koronavírussal összefüggésben. Erről több hivatalos információ és még több szóbeszéd is kering.
felhasználva most a nyilvános testületi ülés adta lehetőséget, kérem foglalja össze a történteket és a meghozott intézkedéseket, amelyet az önkormányzati intézményekben, illetve gazdasági cégek esetében tették. Képviselő az, hogy kérését a két ülés között végzett munkában szóló napirendben megválaszolta. Igen, így van, köszönöm. Szeretnénk azt is megtudni, hogy a járvány kezdete óta hány tesztelést végeztek Bonyhádon, és volt-e kimutatott fertőzés eddig? Egyrészt annyi teszt elvégzésére történt a városban, amennyire a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje protokollja szerint szükség volt. Másrészt ezen felül magánszemélyek és a gazdasági társaságok saját döntésük alapján is végeztettek teszteket. A konkrét számokról egyik esetben sincs, és nem is lehet az önkormányzatnak tudomása. Számomra fontosabb az a tény, hogy a mai napig Bonyhád városában továbbra sincs igazolt COVID-19-es fertőzött. Hány munkahely szűnt meg véglegesen Bonyhádon, hány ideiglenesen, és ezek mennyi időre? Az önkormányzat a kérdésben fulladt adatokkal nem rendelkezik. A bárki számára nyilvánosan hozzáférhető munkaerőpiaci adatok, statisztikák, melyeket ön is megtalálhat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nsf.munka.hu oldalán az alábbiak. 2020. július hónapban a nyilvántartott álláskeresők száma 403 fő. Tolna megyei kitekintésben a legkevesebb álláskereső továbbra is a bonyhádi járási foglalkoztatási osztály nyilvántartásában volt. A nyilvántartott álláskereső Tolna megyében a gazdaságilag aktív népesség 9,1%-át tették ki, ez a mutató Bonyhádon 4,8%. Országos adatokhoz viszonyított aránya 0,9%, tehát alacsonyabb, mint az országos átlag. Tájékoztatom továbbá, hogy 2020. június és július hónapokban a munkáltatók Bonyhádon 175 főre vonatkozó új munkaérigönyt jelentettek be. A veszélyhelyzeti ideiglenes bizottsághoz benyújtott 31 kérelem is azt mutatja, hogy a bonyhádi munkahelyek megvédése érdekében megfelelő döntéseket hozott Magyarország kormánya, az önkormányzat és a munkáltatók. Két jelentős gazdaságfejlesztési beruházás indult. Mi lesz a tevékenység és hány főt fognak foglalkoztatni az ipari park új csarnokaiba és az agrárlogisztikai központban? Az új iparterület beruházásról ismertettem a pályázat azonosító számát, a pályázat címét, amely iparterület fejlesztése Bonyhádon. A kedvezményezett neve Bonyhádi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság és Bonyhád Város Önkormányzata konzorciuma. A projekt tervezett befejezési dátuma 2021. február 28-a. A TOP 111 pályázati felhívás szerint a pályázat elsődleges célja az ipari parkok és iparterületek növelése, a vállalkozások infrastruktúrális feltételének a javítása és támogatása. Erre a célra nyújtott be az önkormányzat és a többségi önkormányzati tulajdonú BIP Kft. Támogatási kérelmet. A támogatás megítélésének nem volt feltétel a munkahelyteremtés vagy munkahelyek megtartásának vállalása, ugyanakkor az iparterületre betelepülő vállalkozásokkal természetesen új munkahelyek jönnek létre. A beruházás jövő év elején készül el, az épületek használatba vételi engedélyének kiadását követően kerül sor a vállalkozások betelepülésére. Ezt a lépést követően válik ismerté a képviselőasszony kérdésére a válasz, az új iparterületre betelepülő vállalkozások tevékenysége és az ott foglalkoztatott munkavállalók száma. A beruházással várhatóan növekszik a bonyhádi foglalkoztatottak száma. A projekt előrehaladásáról naprakész információkat, illetve az üzleti tervet Bonyhád város honlapján a Széchenyi 20-20 infoblokra kattintva a TOP pályázatok iparterület fejlesztése Bonyhádon oldalán találhatja meg, és itt pontosan mellékeljük a beigépelt linknek a címét. Agrárlogisztikai központ. A pályázati azonosító szám után a pályázat címe Agrárlogisztikai központ létesítése Bonyhádon, a kedvezményezett Bonyhád város önkormányzata és a projekt tervezett befejezési dátuma 2021. május 5-e. Az Agrárlogisztikai központ szolgáltató tevékenysége a helyi mezőgazdasági termelők által előállított termékek elsődleges feldolgozására, tárolására, hűtve tárolására terjed ki, amely tevékenységet szerződéses jogviszony alapján látja el. Bonyhád város önkormányzata képviselőtestülete 35/2019-es számú határozatában döntött a Bonyhádi Agrárlogisztikai Központ üzemeltetésére kiírt nyílt pályázati eljárás nyertésével történő megállapodás aláírásáról.
Az üzemeltető, a Katmilk Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. A megalapodás 4/4-es pontjában vállalta, hogy legalább egy évig 10 főt foglalkoztat az agrárlogisztikai központban, illetve az üzemeltetés jogáért évi 8.600.000 forint béleti díjat fizet az önkormányzat számára. Az üzemeltetői megállapodás Bonyhádváros honlapján a dokumentumtár szerződések per 2019 évi szerződések között bárki számára hozzáférhető, korlátozás nélkül megtekinthető. A kivitelezés határideje 2021. március 7-e, ezt követi a használatbevételi eljárás, majd az üzemeltetésre való átadás. Kérem, válaszoljunk szíves elfogadásra. Köszönöm szépen, a képviselőasszony elfogadja őket. Köszönöm. Egyebek napirendi pontban további döntést igénylő kérdés úgy tudom van, és szeretném Jegyző asszonynak átadni a szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület. Az elmúlt testületi ülésen hozott egy határozatot a képviselőtestület az agrárlogisztikai központ létesítési Bonyháddal az előbb említett azonosítószámú top pályázat tekintetében. Ugyanakkor megállapításra került, hogy az akkora határozati javaslatban a marketing, tevékenység és kommunikációs szolgáltatás feladatra felkért három ajánlat adó ajánlatot adandó között összeférhetetlenség áll fent, tekintettel arra, hogy ugyanaz vagy részben ugyanaz a tulajdonosi kör. Ezért arra kérem a tisztelt képviselőtestület, hogy testületet, hogy az alábbiak szerint módosítsa ezt a határozatot. Maradna továbbra is az Indio Kft. Az első számú ajánlatadó, második helyen maradna a Kevatok Kft. És harmadik helyen Hornok Jenő egyedi vállalkozó adna ajánlatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jegyző asszonynak. Van-e kérdés az elhangzottakhoz? Az összeférhetetlenséget nyilvánvalóan meg kell szüntetnünk. Múltkor ülésen már egyébként a témát végigjártuk és döntöttünk róla. Nem látok hozzászólási igényt sem. Kérnék egy szavazást, aki elfogadja a határozati javaslatot, most jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, egy tartózkodással és 10 igennel elfogadta a tisztelt képviselőtestület. És akkor egyebekben nézek ki, jegyző asszonynak más döntést igénylő kérdés nincsen, de miután a napirendi pontok tárgyalásán megegyeztünk abban, hogy Vasari képviselő által e-mailen eljutatott, bár senki által alá nem írt, és a három ellenzéki képviselő nevével rágépelt előterjesztést. Jó. Nyilván bárki írhat egy SK-t egy e-mailbe, de természetesen nincs akadály, hogy tárgyaljuk, ezért mondtam az egyebek napirendi pontban. Ez egy előterjesztés, az ülés ugyanúgy folyik tovább, és nyílt ülésen vagyunk, ugyanúgy kérdések vannak, illetve hozzászólások, az ülést én vezetem, de miután az előterjesztő nem én vagyok, ezért először átadnám a szót Vasari képviselő úrnak, vagy Gecsérné képviselő asszonynak. Felolvasás. Szeretné felolvasni az előterjesztést, a képviselő társaim ismerik. De azt gondolom, hogy a némi... Olvassa fel? Ismertesse. Rendben. Akkor az ülés vezetését átadnám rövid időre a polgármester úrnak, és a képviselőasszonynak megadom a szót, és kérem, olvassa fel az előterjesztést. Bonyhádról elszármazott egyes vezető értelmiségiek felvetették, hogy segítséget nyújtanának a város fejlesztéséhez gondolataikkal, kapcsolataikkal és a város vezetésével közösen meghatározott alapítvány tételével. Kérjük, hogy egy kerekasztal konferencia megszervezésével a város hívja meg a különböző szakterületeken kiemelkedő helyi és volt bonyhádi személyiségeket. Javasoljuk meghívni többek között dr. Heil Bálint vegyészprofesszor, dr. Diósi László egyetemi docens, a környezettudományok doktora közgazdászt, dr. Bájer József média szakértő, Barabás Éva televízió szerkesztő, dr. Kac Sándor egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, fizikus, Lusser Zoltán, az MTA rendes tagja, biológus, Selejó Erzsébet egyetemi tanár, zenész, Szépszó Gabriella meteorológus, Kenderesi Tamás olimpikon, Percel András, az MTA rendes tagja, kémikus, dr. Kréling János egyetemi tanszékvezető, építész, dr. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, jogász, közgazdász, Bonyhád Pétermann Jakab díjasait, a meghívottak köre természetesen további elszármazott és helyi személyekkel bővíthető. 2020. október 10-én többen Bonyhádon tartózkodnak a Böszközgyűlésén.
Célszerű lenne ezt az alkalmat kihasználni. Köszönöm szépen. Először is kénytelen leszek egy kicsit jogászkodni, és ezzel kapcsolatban néhány kérdést föltenni. Ugye az egész probléma valóban onnan származik, hogy ugye ebből a szempontból egy e-mailen elküldött, alá nem írt előterjesztés, ugye nem teljesen szabályszerű. Ez nem akadálya a tárgyalásnak, de felvet bizonyos kérdéseket. Ugye nem tudjuk, hogy kihez intézhetjük a kérdéseket. Tehát ki az előterjesztő? Ugye hárman eskázva aláírták, közülük kettőjüktől meg tudjuk kérdezni, hogy tényleg aláírták-e, a harmadiktól nem tudjuk megkérdezni, de ezt a problémát ezt tegyük félre. Tehát a kérdés az, hogy Gecsénéhez, illetőleg Vasari képviselő úrhoz is tehetünk fel kérdéseket, vagy csak egyikőjükhöz tegyünk fel kérdéseket, hogyan folytassuk le a napi rendi pontot. Tessék! Tekintsük úgy, mint a koronavírus helyzet alakulása miatt Bonyhádon a kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett mindig arról beszéltünk, hogy a városnak össze kell fordulni. Van egy olyan felsorolás, amelyben olyan emberek vannak, akik sok szállal kötődnek Bonyhádhoz, és megint csak azt kell mondanom, hogy ez a kezdeményezés nem Vasari Tibortól, nem képviselőasszonytól, vagy a éppen betegágyon fekvő képviselőtársamtól származik. Megjelent a információim szerint a közösségi oldalon is, és az volt a kérdés, hogy valamilyen módon szólítsuk meg a képviselőtársakat, hogy legyen egy ilyen konferencia, amire a város aktuális gazdasági és kulturális életét is terítékre lehet tenni. Ez volt az indítványnak a része, ezért nem készült az előírás szerint napirendi javaslat, határozati javaslattal. A kezdeményezést, a megkeresést olyannak gondoltuk, hogy szégyenkezés nélkül teljes merszélességgel tudjuk támogatni. Ha jól emlékszem, bár polgármester asszony ebben mindig élen járt, talán a István Vajolban, amikor még őködött, akkor volt egy gazdasági konferenciánk, amire meghívtunk partner településeket is. A jó nem hiszem, utána a Paksi Atomerőtől még szinkron tolmácsolást is kértünk. De ilyen jellegű gazdasági fórumra vagy konferenciára jó pár éve nem került sor, és a kezdeményezést, a javaslatot magunkénak tartjuk, és azt szeretnénk kérni jelenlévő képviselőtársaktól, a város vezetőitől, polgármesterasszonytól, alpolgármesterektől, hogy gondoljuk végig, és azt gondolom, hogy ez nem sok előkészítést jelent. A témának a meghatározását, az előadóknak a felkérését azt meg lehet tenni. Ez nagyon jó alkalom arra, hogy a gazdasági bizottság, a város gazdasági életében egy picit kezdeményező szerepet játszon. Meg lett volna lehetőségem, hogyha hétfőn el tudok menni, hogy a másik képviselőtársam a gazdasági bizottságban ezt megtehette volna. Mind a ketten akadályozva voltunk, ezért kértük az egyebek között tárgyunk javaslatunk, hogy ezt az indítványt fogadja be a képviselőtestület, tegyen intézkedéseket arra, hogyha a többség úgy dönt, hogy október 10-én a BÖSZ-nek a BÖSZ rendezvény után Bonyhád városában, akár ebben a teremben, akár egy másik teremben egy konferenciára kerüljön sor. A programnak és az előadóknak a felkérése pedig a gazdasági bizottságnak legyen a feladata, természetesen a város vezetésével összhangban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, hogy nem értette akkor a kérdésemet. Ez egy előterjesztés, amit önök napirendre javasoltak, és fel is vettünk. Az SMS szerint az előterjesztéseknek megvan a tárgyalási rendje. Kérdések vannak, hozzászólások vannak, utána döntés van. Hát az önök által felsorolt személyek nem kérdezhetők, nincsenek itt. Nem tudhatjuk, hogy egyáltalán ők hozzájárulnak-e mindehhez, nem tudhatjuk, hogy egyáltalán velük egyeztették-e. Tehát valakihez, aki az előterjesztő, kérdéseket kell intéznünk és hozzászólásokat. Erre irányult az ülésvezetéssel kapcsolatos kérdésem, várom, amire ön elmondta ugyanezt. Okay. Kérdések következnek, de hát visszaadom a kérdést. Alpolgármester úr, nyugodtan vezesse tovább az ülést, tőle a szó. Tibi. Vagy, szóval vissza? Szépen, akkor három kérdés merült fel bennem.
amikor úgy kezdik a előterjesztés, most fogalmazunk akkor így, hogy Bonyhádról elszármazott egyes vezető értelmiségiek. Azt szeretném megtudni először is, hogy kik ezek a vezető értelmiségiek, és kinek tették fel ezeket a kérdéseket, ezt, illetve kinek közvetítették ezt a kérést. A második kérdésem, megjegyzésem, arról beszélnek, hogy a város fejlesztéséhez egy alapítvány kéne, mondjuk ezt nem értettem, hogy mi ez az alapítvány tételével, de gondolom alapítvány alapításával, vagy létrehozásával volt szó. Most Bonyhád városának, ha jól tudom, legalábbis nem emlékszem rosszul, hogy még az ülés elején a kolónia alapítványról beszéltünk, illetve az ő tevékenységüket értékeltük. Van egy ilyen alapítványa Bonyhádnak, aminek alapító okirat szerinti célja a település fejlesztése és működésének elősegítése, támogatása. És akkor a harmadik, önök amikor 2019-ben elindultak a választáson, mindig meg kell néznem, hogy mi a nevük, mert folyton MSZP, DK és Jobbik jut az eszembe, de egységben a Városunkért Közéleti Egyesületet megalapították. Önöknek szintén az a megfogalmazott célja, hogy a településfejlesztési tevékenységét Bonyhádnak elősegítsék. A kérdésem és egyben javaslatom is az, hogy miért nem használják ki ezt a lehetőséget, és szervezik meg a konferenciát. Köszönöm. Köszönöm. További kérdésre van-e igény? Kovács képviselő úr? Jaj, szeretne képviselő úr válaszolni az eddig felhangzott kérdésekre, vagy várjuk meg a kérdések körét? Jó, akkor elnézést kérek Kovács képviselőtől. Megadom Vaszari Tibor képviselőnek a válaszadásra a szót. Bár nem tudom, hogyha a város mint az elvvel egyetért, hogy miért fontos az, aki kezdeményezte, de ha mondom Diósi László nevét, azt hiszem az elég sokat mond, és egyedül kezdeményezni, akkor is el kéne gondolkodni rajta, de egyébként tudnám sorolni. A másik pedig az alapítványtétel. Pontosan az lenne a célja a konferenciának, hogy egyrészt ezekkel az emberekkel, akik más dimenzióban is látják a világnak a működését, a városnak a működését, valószínű, hogy tudnának részben véleményt mondani, javaslatot tenni, meg a gazdasági kapcsolataikat megmozdítani. Ennek része lenne, hogy egy alapítványt kezdeményeznének. Természetesen nem készítettünk elő, nem alapítvány létrehozására tettünk most itt javaslatot, csak jeleztük, hogy ez a grémium szeretne egy fórum keretében véleményt mondani, és természetesen, ha döntés akkor azt, és ezt befogadja a város, akkor ennek a hivatalos részét, a formai és tartalmi részét meg fogja tenni. Harmadik kérdése, természetesen, ha nem ez lett volna egységben a városunkért egyesületnek a célja, akkor lehet, hogy ma nem hoztam volna ide. Hát pontosan ezért ez a három személy hozta be, mert ebből is úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk mi polihisztorok, nem vagyunk okosabbak, mint a itt ülő más képviselőtársak, de legalább annyira nyitottak vagyunk, hogy az ilyen kezdeményezéseket megpróbáljuk düllőre vinni, azaz át vagy bét mondani, ez a képviselőtestület gondolkodik abba, hogy rajtunk kívül ebben a városban születtek, meg természetesen fognak születni olyan emberek, akik a saját területeken már bizonyítottak, és valamit hozzá fognak tudni tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdések. Kovács képviselő úr. Igen, én is elkezdtem utána járni ennek a, láttam az előterjesztést, és megtaláltam valóban ez a közösségi poltávon, hogy gyakorlatilag egy az egyben szó szerint ez van írva, és én sem tudtam, hogy kik a vezető egyértelmiségiek, kiderült számomra, hogy a volt SZDSZ-es országgyűlési képviselőről van szó. Az, hogy a jelenlegi árványügyi helyzetben nem tudom, hogy ez egy jó ötlete, én támogatni tudnám esetleg egy ilyen Zoom konferenciában, ha gondolkodnának. Azt viszont nem értem, hogy több kérdés felvetődött bennem a személyek kiválasztásának, hogy milyen módon történt ez meg, tehát akkor igazából egy ilyen brainstorming alapján, hogy kik lehetnének azok. Elképzeltem, hogy hogy néznek ki ez a konferencia, tehát ha minimum létszámot nézem, akkor ha jól értem, itt 17-en lennének legalább. Ha most megjelennek ilyen mégis prominens és értelmes emberek, akik 10 percet se kapnak, hogy megszólaljanak egy elég komoly dologban. Ez egy több órás konferencia, tehát én nem látom ennek így most jelenleg a
hogy hogy lehetne lebonyolítani egy ilyet, és hát azt nem láttam még pontosan, hogy akkor most miről szavazunk pontosan, tehát hogy egy konferencia megszervezésében alapítvány részt, alapítvány tételezésében, vagy alapításában, nem értettem pontosan, amiről fogunk szavazni. Köszönöm. Vasszai képviselő? Igen. Hogy hogyan lettek kiválasztva? Olyanok, akik valami módon a városban élő embereket keresték, véleményt mondtak, közösségi oldalon írtak, pro vagy kontra. Az, hogy SZDSZ-es képviselő volt, igen, volt egy SZDSZ-es képviselő, akit a fideszes vonzódása vagy gondolkodásmódú kampánycsapata volt, akikkel a gimnáziumban együtt érettségiztek. Ha a képviselőtársak visszagondolnak, mondjuk a Diósi Gábor, amikor elindult, nem a baloldal támogatta, nem ő volt az elsődleges, hanem más. Tehát vegyük le ezt az ideológiai részt erről az oldalról. Az, hogy kik lennének, azért van odaírva, ez csak egy ajánlás volt, hogy azokról tudunk. Természetesen olyan emberek vannak, akiket itt mindegyünk tudna mondani, de ha visszagondolok, jó pár évvel ezelőtt, talán két ciklussal ezelőtt próbáltunk kezdeni, csak nem jutott el ideig az asztalra, hogy a Bonyhádról elszármazottakkal legyen találkozó. Tehát valami kapcsolatfelvétel, hogy akik elmentek, hogy kérdei, véltán vagyunk büszkék. Most ez egy gazdasági konferencia, egy gazdasági krízis helyzet miatt, de amit lehet látni, nem gazdasági szakemberek vannak. Bárki meghívható. Nem mi választottuk ki. Azt javasoljuk, hogy a testület mondjaként igen, erre nyitott, meg akarjuk csinálni, és minden egyéb, ami ebben az előkészítése jár. Hogy forgatókönyvet csinálni, hogy ki lesz a levezetője, hogy köszönti a polgármester, hogy az államtitkár úr mikor, milyen szerepet kapjon benne. Ez nem a előtt, a javaslat, az indítvány tevőnek a dolga, ha kell, megtesszük ezeket is. Tevőlegesen, ahogy megmozott, akár az egyesületünk is, megcsináljuk forgatókönyvet, amit leviszünk előkészítése a pénzügyi bizottságba. Az egész az volt, hogy foglalkozzunk vele, azt gondolom, hogy időben vagyunk még ahhoz, hogy egy ilyen eseményhez hozzákössük. Ha van rá igény, ha nincs, és szavazunk róla, az adott kérdésekre vagy kaptatok normális választ, vagy nem, és ha úgy dönt a képviselőtestület, hogy nem, akkor kipipálja az egyesület, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, amit az alapszabályban leírtak, volt olyan kezdeményezés a lakosság részéről, amin mint képviselet behozta ide, a képviselőtestület nyitott volt rá, vagy nem volt rá, és harag nincs belőle. Köszönöm szépen! További kérdések, a polgármester úr? Képviselő, nem mi választottuk ki, ezt mondta, ki választotta ki ez a kérdés? Senki nem választotta, javaslatot tehetünk, bocsánat, senki nem választotta. Kik tettek rá javaslatot? Tudnak-e ezek a személyek erről, hogy megkeresték-e őket ezzel kapcsolatban, hajlandók-e részt venni egyáltalán egy ilyen konferencia. Nem tudjuk, bocsánat. Ez a párbeszéd lehet ugyan, mert nyílt ülés és nem az árkülésnek a szabad kötet formája. De hát amikor a Bonyhádon megcsináltak az istámolyot, akkor is nem úgy kezdődött, hogy megcsináltuk a teljes forgatókönyvet, letettük, hogy kik azok, eldöntöttük, hogy akarunk egy ilyet csinálni. Csak nem a képviselőtestület döntött el, de ez teljesen lényegtelen. Ez most annál demokratikusabb. Én most csak tényleg kérdésként tettem ezt föl, tehát elég nehéz ezt. Ugye ma többször hivatkoztak bizonyos Facebook oldalakra. Ugye teljes mértékben vissza is köszönt ez az előterjesztés, talán egy mondatot sem változtattak rajta, de az ugye egyértelműen Diósi Lászlóhoz fűződik. Ezért kérdeztem meg, hogy a több felsorolt személy meg lett-e keresve. Nem, és lehet, hogy nem is vállalják. Lehet, hogy nem is vállalják. Én biztos vagyok benne, hogy a két harmada nem vállalják, de most nem ez a kérdés, hanem az, hogy megkeresték-e, tehát nem. Nem. Köszönöm. További kérdése, Köllő képviselő. Mi nem kerestük, bocsánat. Mi nem kerestük még, mert az előterjesztő. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Nekem az lenne a kérdésem, hogy igazából az alpolgármesterről megelőzött, hogy kik azok a akik ezt kezdeményezték, és hogy ezek az emberek tudnak erről, tehát hogy jönnének-e, szívesen jönnének-e, illetve az, hogy több esetben hallottunk már itt egy közösségi oldalon egy csoportról, amiből már én is láttam ezeket a kérdéseket, hogy most ez az ő véleményük, vagy az önök véleménye,
illetve az ellenzéki képviselők véleménye, mert hogyha nem az önöké, akkor éppen ők is ülhetnének ebbe a testületben. Köszönöm szépen. Válaszadásra öné a szó, képviselő úr. Én is többször látom, bár nem szívesen olvasom nagyon sok bejegyzését a egyes embereknek, de látom a választlistát, többet tudsz feltehetően azokról, képviselő többet tud ezekről a bejegyzésekről, meg a kommentekről, mint én. Én nem szoktam válaszolni nekik, szóvá is teszik, hogy a képviselő nem méltó, még arra sem méltó, hogy figyelem, mert nem figyel oda arra, hogy ilyeneket figyeljen és reagáljon rá. Ezt kritikaként meg szoktam kapni. Teljesen mindegy, hogy hányan lennének, akik részt vennének. Teljesen mindegy, hogy hányan kezdeményezték. Nem a Vaszari Tibornak született meg először az ötlet, hogy ezt most idehozzuk, de a képviselőtársaknak igen. Mert ő nekik is jelezték. Biztos, hogy a Facebook hatására is. A lényeg, amíg lényeg. Akarunk-e, van-e bennünk szándék, hogy egy adott helyzetben, hosszú idő után Bonyhádon legyen egy gazdasági fórum, amelyre meghívjuk többek között azokat, akikre az indítványunk javaslatot tett. És mindenki egyéb ennél hivatottabb, meg kevésbé hivatottabb embereknek a véleményére kíváncsiak vagyunk-e. Akarunk-e érzelmi kötést csinálni, mint ahogy megtettük a Perccel családdal, hogy megtettük akkor a gazdasági fórumon, vagy azt mondjuk, hogy akik elszármaztak Bonyhádról, kíváncsiak vagyunk, és egy évben egyszer találkozunk. Mert ilyen kezdeményezés volt, ami nem volt Facebook bejegyzéssel, de polgármester asszony emlékszik rá, hogy elmondtam testületülésen annó. Csak akkor nem volt fogamatja, nem volt írásban, elszállt a levegőbe. Most van írásban egy javaslat. Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok rá. Ha nem érthető, akkor az előterjesztőknek, az indítványtevőknek a hibája. De azt gondolom, hogy... Bocsánat, akkor nem önök az előterjesztők? Hát? De mondom, az én hibám, de most azt fogalmaztam. Nem lehet, hiszen önök a képviselők. Mondom, hogy ha nem érthető, ha nem elfogadható, akkor a mi hibán. Én azt kértem, hogy ami elhangzott szerintem egyértelműen, elhangzott a kérdések, igyekeztem válaszolni rá, ha van, még nagyon szívesen válaszolok. Egy kérdés van. Akarunk-e, tudunk-e, szükség van-e, látják-e, vagy egy ellenzéki képviselők által kezdeményezett, amit le kell szavazni. Tehát bármi, foglaljanak benne állást. Mi szeretnénk, hogyha létrejönne, és azok, akiket mi felsoroltunk, akikben részben tudjuk, hogy részt vennének, a másik részéről nem tudjuk, de a döntés születik, azt gondolom, hogy a jelenlévő képviselők még nevesebb embereket tudnának javasolni, és egy egész napos konferenciát meg lehet szervezni, aminek lehet kulturális hatása, aminek lehet gazdasági hatása, ha más nem, akkor van érzelmi, a összetartozunk jelszó alatt. Köszönöm szépen! További vélemény, hozzászólás, kérdés, lehet mehet egyben, mert minden további hozzászólás, egyben kérdést is mondjuk el. A képviselő úr megemlítette azt, hogy az ellenzéki képviselőknek az a feladata, hogy ebben az esetben, hogy az ellenzéki képviselőit le lesz szavazva. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselő jól teszi, hogy ezt megfogalmazza, hiszen hogyha ez érdekli őt, akkor miért ne tenné. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselőnek a javaslatát nem kell leszavazni, mint ahogy az sem kell, mint ahogy nem kell tartózkodjon az ellenzéki képviselői költségvetés módosításakor, illetve első fél évi beszámolókor sem, főleg akkor nem, még nem kell nemmel szavazni sem, főleg akkor nem, hogyha nem tudjuk, hogy miért teszi azt. Tehát, hogyha önnek visszakanyarodva a költségvetés tárgyalására, önnek vannak olyan kétségei, hogy volt ötlete, de azok nem köszöntek vissza a költségvetésbe, akkor itt a lehetőség, hogy föltegye ezt a kérdést, hogy én nekem volt egy jó ötletem, miért nem csináltuk azt? Ehelyett jön egy tartózkodom, vagy egy nem, és én mondom, hogy mindig értetlenül állok, hogy lehet így. Másik, hogy én a Szépszó Gabi osztálytársam volt, ugye a meteorológus, hogy ő hogy jön ebbe a képbe, azt nem tudom, meg a Barabás Évi, hogy ő hogy jön a képbe, hogyha a gazdasági fórumról beszélünk. Illetve nekem lenne még egy olyan fontos kérdésem, hogy ez az előterjesztés, ez most az önök ötlete volt, hogy ide behozzák, vagy más mondta, hogy be kell hozni. Köszönöm szépen a szó. Vaszari képviselő? Hát egy, amit elmondott képviselőtársam, az nem csak az ellenzéki képviselőnek a feladat, hogy elmondja a véleményét, meg egyébeket. A szavazásra elmondtam, hogyha már visszatekintünk a korábbi napirendi pontokhoz,
utaltam rá, hogy miért nem. Egyébként nem kell indokolni, mint hogy nagyon sok helyen nem indokolják. Van, ami csak jelzésértékű, mint hogy jelzésértékű lesz az is, hogy amiről most vélemény van, amely nem tőlünk indult el először, de hogy nézzük és visszatekintünk a 10 évvel ezelőttire, akkor tőlem indult el. Aztán lehet, hogy elfelejtették, most én nem plagizál, vagy nem vádolok senkit plagizálás, hogy kitalálta ezt. Voltak ilyenek, olvasta a képviselőtársam is, hogy megjelent oldalon is ilyen hasonló. Volt, aki megkeresett bennünket. Az előkészítés nem történt semmi lépés, azon kívül, hogy megbeszélte az egyesületben néhány tag, akik most képviselők, és az előterjesztést megtették. Úgy gondoltuk, hogy ez a kezdeményezés fölkarolható, legyen a Vaszari Tibor kezdeményezés, vagy legyen bárkié, szerintem lényegtelen. Van értelme, vagy nincs értelme? És volt még egy megjegyzés, amit nem tudom, hogy... Ja igen, hogy az osztálytársal volt, hogy... Mondtam, hogy nem, ötlet volt. Akit megkérdeztünk a körvenyedetlen környezetünkben, mondták, hogy például Barabási, aki büszkék, mondjuk például a sportolóra. Nekem nem jutott volna eszembe. De nem csináltunk még listát, hogy kiket kéne meghívni. Azt gondoljuk, hogy értelmes lenne. Ha a polgármester azt mondja, hogy a város ahhoz a korábbi évhez hasonlóan fölvállalja, mert ennek vannak háttere a vendégek fogadásától az ebédig a környezet megteremtéséig, természetesen az egyesületünk aktívan szeretne részt venni majd benne, de hogy ne legyen politikai célzata, akkor nem vesz részt majd benne. A városnak lenne ez a feladata, a mi meglátásunk szerint, ezért tettük ezt a javaslatot. Nem hivatalos napirendként, véleményként, javaslatként, a város közös gondolkodás érdekében. Kérnék szavazást róla, ha lehet. Farkas László képviselő. Én igazából itt ülök és csak forgatom a fejemet. Valahová nem tudom hová tenni. Van benne a gondolatban sok jó dolog, és van benne olyan, ami számomra abszolút érthetetlen. Például egy olyan dolog, hogy ugye a Bonyhádról elszármazott vezető értelmiség. Ha annak a fejéből kipattant egy ilyen gondolat, hogy Bonyhádot segíteni szeretnénk mindenáron, és összehozná ezeket a értelmiségi embereket, akkor szerintem ezek az emberek meg is tudnák ezt szervezni, az egész dolgot, mégpedig akár úgy is, mint egy sima előadást, amire mi is meghívtuk, Kisrigó László püspök urat. Ide nyugodtan ezek az emberek megszervezhetnék. Szerintem az önkormányzat helységet meg minden egyéb dolgokkal támogatná, hogy ne, ezt nem, azért lapogok egy kicsit, mert nem tudom megfogalmazni azt, hogy nem tudom az ő gondolataival, az ő fejével gondolkodni, ahogy te se tudod meggondolni, vagy ő se tudja megfogalmazni azt, amire én gondolok, és én hogyan szervezném meg. Én azért mondom, hogy én ezt hagynám, hogy ez a csoport, aki elkezdte, meg kezdeményezte, meg előhozta ide ezt a javaslatot, oldja meg. Nem, szerintem nem zárkózni el az önkormányzat előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm, van-e további igény a hozzászólásra? Kérdésre? Markovics képviselőasszony? Én szeretnék megkérdezni, hogy hogyan kapcsolódik ez az egész a BÖSZ-höz. A BÖSZ az Bonyhádi Öregdiák Szövetségnek a programja, ahová bonyhádi gimnazisták, aminek én is tagja vagyok büszkén, bonyhádi gimnazisták kerülnének be, tehát ezek ők tudnak róla, hogy esetleg van egy ilyen tervük. Nekem csak ez a kérdésem. Vagy lehetne ezt egy másik időpontba rakni, mert én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet igazából összekapcsolni ezt az egész fórumot. Mert olyan gazdag a programja mindig a BÖSZ-nek, és olyan kimerítő, hogy ha még ezt pluszba hozzáteszünk, szerintem az már sok lenne. Nekem csak ez az egy aggályom van ezzel. Bocsánat, nincs rám, és azért nincs rám, mert nem biztos, hogy jól olvas, nem. Az van leírva, hogy ezt jó alkalomnak tartanánk, de senki nem azt mondta, hogy ez legyen. Jó, nem láttam leírva. Egyébként logikusan, igen, jó alkalomnak tartanánk, mert ezek közül az emberek közül, akik Bonyhádi gimnáziumba jártak, ebben az időpontban itt vannak. Hát, és én nem tudom, hogy a programját még. Az, hogy lenne idő. Az, hogy mikor lehetne megcsinálni. Természetesen egyeztetni kell a BÖSZ-nek a szervezőivel is. De én nem hiszem, hogy amellett
amikor szívesen összejönnek és megcsinálják a BÖSZ-nek a rendezvényét, hogyha belefér, és van egy ilyen fórum, vagy egy ilyen konferencia, ez nem hiszem, hogy csökkenteni sok évtizedes hagyományát a BÖSZ-nek, pontosan azt mondanám, kiegészülne egy olyan programmal, ez csak egy alkalom volt, javaslat volt. Jó, köszönöm, ezt csak erre voltam. Minden egyéb attól függ, hogy, és megmondom őszintén, az elhozzászóláson kezdem azt érezni, hogy a három előterjesztőn kívül igazán nem lelkesedik érte. Azért nem tudom, hogy azért, mert mi tettük meg, azért, mert másnak kellett volna megtenni. Szeretnék kérni egy ügyendő szavazást, hogyha mód van rá. Azt hiszem, hogy újat már nem tudnék mondani velük. Jelző asszony, két szó. Meg szeretném kérdezni, hogy miről szavazást? Tehát mi a határozati javaslat? Határozati javaslat, hogy a képviselőtestület az indítványt elfogadva, remélhetőleg 2020. október 10-e, ha jól emlékszem, BÖSZ napján, hogy arra a napra megszervez egy gazdasági, kulturális konferenciát. Ha ezt a döntést meghozza, előkészítésért, bocsánat, szokás szerint ugye a polgármester, az ő irányításával föl lehet kérni bárkit, de a felelősnek azt gondolom, hogy a várost kell megjelölni. És minden egyebet, ami elhangzott itt, amilyen kételyek vannak, ezeket a pénzügyi bizottságon keresztül elő lehet készíteni. Ebben szerepet vállalunk, és remélhetőleg a humán bizottságnak a tagja is, hiszen nagyon sokan kötődnek azokhoz az emberekhez, és ott voltunk. Képviselő, ez még a határozati javaslat része volt, amit még azt a 8-10 mondatot hozzátett? Nem, ha azt kérjük, szó szerint mondjam a határozati javaslatot, határozati javaslat a Bonyhádi Képviselő Testület 2020. 9. hónap 3. testület ülésen X számú határozatot hozta, hogy 2020. október 10-én egy gazdasági, kulturális konferenciát szervez, amelynek az előkészítését felelős polgármesterasszony, és minden egyebet hozzá lehet tenni. Mi más határozatban nem szoktunk le. Köszönöm szépen. Határidőt, ha meghatározzuk, azt mondja, hogy nem fér bele, határidő legyen később időpont. Köszönöm. Jó, jegyző azt, hogy akkor a választ megkapta a kérdésére? Részben, igen. Részben. Bocsánat, én még nem szóltam ebben a témában, ha én is egy-két dolgot elmondhatnék. Végigvártam a véleményeket, meg a hozzászólásokat, bár első olvasással nekem is megvolt az első reakcióm. Sok mindent fölírtam, és ha megengedi képviselő úr, miután sem arról nem volt szó, hogy nem kívánunk erről beszélni, hiszen most is beszélünk róla, sem arról, hogy nem kívánunk foglalkozni vele, ezért, hogyha akinek igénye van hozzászólni, mint ahogy minden esetben megteszem, hogy hozzászólhat, akár harmadszor is, meg hosszasan is, akkor legalább egyszer a polgármester is hadd szólhasson ehhez a témához. Én az ügyeleti javaslatát, ha nem bánja, nem szavazhatom meg. Ha már önök hozták be, és önök tartották fontosnak, hogy erről a testületülésen tárgyaljunk, akkor amíg van igény erre, akkor szerintem az korrekt, ha mindenki szóhoz jut és elmondhatja a véleményet, illetve kérdezhet. Csak egy-két dologra utalva és sorba, ahogy elhangzottak a kérdések. Az említett István Majori program, sokan emlékezünk rá, osztályvezető asszonya valószínű, hogy a rétes sütés alkalmával ragadt meg igazából a program, mert mi a háttérben a munkálatokkal foglalkoztunk, de alapvetően egy CLLD pályázatból megvalósuló testvértelepülési találkozóról volt szó. Az nem a gazdasági fórum vagy volt az alapvető cél, egy CLLD pályázatból megvalósuló testvértelepülési találkozás, ahol minden egyes határon túli testvértelepülés bemutatkozhatott, milyen kultúrával, milyen gazdasággal, hogyan rendelkezik, egymásnak is bemutatkozhattak a települések. Ez volt a célja. Ha jól emlékszem, 2010-11 környéken volt, lassan 10 éve ez egész biztos. Elhangzott Diósi László neve. Diósi Lászlót szerintem azért egy bizonyos korosztálynak itt a képviselőtestületben nem kell semmiképp bemutatni. Ahogy elhangzott, Kovács képviselő úrtól több cikluson keresztül Veszprém megye jogúváros polgármestere volt, de ami Bonyhádi kötöttségét illeti, nem szorul különösebb magyarázatra, a Rákóczi utcában nőttem föl, ő is csak néhány házal lejjebb, az édesanyja hosszú éveken keresztül tanított a legkiválóbb magyar tanár, akit valaha is ismertem. Gyakorlatilag gyermekkorom óta ismerem, bár nem vagyunk egy korosztály, és miután több cikluson keresztül
várost vezetett, pontosan tudja, hogy egy polgármesternek milyen feladatköre van, milyen jogköre van, milyen lehetőségei vannak. Én azt nem értem, hogyha ő neki ilyen ötletei vannak, ilyen elképzelései vannak, miért nem engem keres meg? Hát itt vagyok, bárkivel szívesen tárgyalok, bármikor, egy e-mail, egy telefon, bármi, napi szinten jönnek hozzám városlakók is, bárhonnan, országból, határon túlról, és megkeresnek különféle ötletekkel, egy részük kialakul és a testület elé kerül, egy részük megvalósul, egy részük holmába hol, de folyamatosan a napi munkám része, hogy felmerülő, bármilyen témában felmerülő javaslatokat, ötleteket meghallgatok. Hiszen ez is a dolgom, polgármesterként, ezt, ha valaki Diósi László pontosan tudja, hiszen több cikluson keresztül sokkal tapasztaltabb polgármester volt, mint én most a 5 évemben. Tehát semmi akadályát nem látom én a magam részéről annak, hogy ő engem akár milyen elektronikus úton, vagy személyesen megkeressen. Ezzel az ötletével én ezt nem igazán értem, nem tudom hova tenni. Én magam biztos nem így tenném, hogy több áttételen keresztül eljutatok egy kollégának valamit. Következő, ami megfogalmazódott bennem, és én nem igazán értem, valaki kitalál valamit, aztán oldja meg más. Hát mi az akadálya annak, hogy megszervezzék? Hát van egy civil szervezet, nem is egy. Van rengeteg ötletadó. Ha az az akadály, hogy nincs helyszín, kell a catering biztosítása, vagy bármi, az önkormányzat itt van, itt a helyszín, mondják meg, hogy milyen cateringet szeretnének, és semmi akadályát nem látom annak, hogy egy ilyen fórum megvalósuljon. De miért kéne a városnak ezt megszervezni? Hát nyugodtan szervezze meg az, akinek ez fontos, aki ezt kitalálta. Ha engem, mint polgármester meghívnak erre a rendezvényre, akkor én örömmel elmegyek. És hogyha igényt tartanak rá, akkor az elmúlt 5 évről akár nagyon szívesen egy prezentációt is tartok. Minden évben megteszem évvégén, hogy ennek egy olyan változatát bemutassam azoknak, akik lehet, hogy 20 éve nem jártak Bonyhádon, örömmel megteszem. Van miről bőven beszámolni, nem hiszem, hogy szégyenkeznénk a elhangzottakkal, vagy amit be lehetne mutatni. Én magam nem vagyok Facebookos, sose leszek, én azt gondolom, hogy a való világ nem a Facebookon zajlik. Soha nem fogok arra időt fordítani, hogy naponta akár csak fél órát is azt nézegessem, hogy ki mit irkál a Facebookra, mert nem az a valóság. A való világ abban zajlik, hogy mi itt beszélgetünk egymással. A Facebookon bárki bármiről írogathat következmények nélkül, soha semmilyen válaszra vagy reakciálásra nincsen lehetőség. Nem, ez csak egy vélemény, nem kell ezt osztani, de azt gondolom, hogy most arról beszélünk, ha jól értem, hogy valakik Facebookon hirdetnek valamit, és mi most testületülésen tárgyaljuk. Én ezt jegyzőasszonytól kérdeztem volna meg elsőként, hogy miért napirend ez? Tehát, hogy miért a képviselőtestület hatásköre az, hogy emberek Facebookon civilként ötletelnek. Én ezt lehet, hogy benne van a hiba, de nem értem. Bocsánat, folytatom, és akkor a végén bárkinek reakciója van, ezt szívesen fogadom. Hogy mi a dolga a polgármesternek, az önkormányzatnak, ennek a képviselőtestületnek, akik itt vagyunk, vagy akár a megnevezett, többször elhangzott gazdasági bizottságnak, szerintem pontosan tudjuk. Egyrészt elfogadtuk a város gazdasági programját a 2020-25-ös éves ciklusra. Van egy közepes és hosszabb távú is, ami elfogadásra került már, és pontosan a veszélyhelyzet miatt ez a felhívás, amivel társadalmiasítottuk ezt a gazdasági programot, több hónappal tovább volt fönt és elérhető a honlapon, a Facebookon, mindenhol, kinek hogyan, sőt még papíron, nyomtatott formában is különböző intézményeinknél, jelesül a Művelődési Házban, a Könyvtárban és a Múzeumban is elérhető volt. Már régóta volt, amikor a kollégák összesítették, de azt tudom, hogy több száz ilyen kérdőívet összesítettek. Mindenhol nyilvánosan megjelent. Ahhoz a gazdasági programhoz, amit mi később a júniusi testületülésen a veszélyhelyzetet követően elfogadtunk, a városlakók véleményét kikérdezve, az ott leírt javaslatokat beleszőve elfogadta a testület a gazdasági programját. Én úgy tudom, hogy láttam egyébként nem mindegyiket, hiszen nem tudtam több százat elolvasni, nem is volt rá idő, de összesítést láttam. Olyan több pontnál volt lehetőség arra, hogy a válaszadó ne csak az előre megadott válaszok közül x-eljen be, vagy karikázon be néhányat, ami számára kedvező, vagy tetszetős, vagy elfogadható, sőt, ne csak sorrendet állítson, hanem saját maga is kifejthessen
bármilyen témában véleményt, fejlesztésekkel, gazdasági programmal, mindennel, a város fejlődése érdekében kapcsolatban, konkrétan egy-egy konkrét utca és járda felújításon kívül nem volt. Senki részéről. Pedig nem két ember töltötte ki ezt a kérdőívet, de a bonyhádi lakosság, aki foglalkozott vele, akit érdekelt, ezt megtette, és mi ezek alapján fogadtuk el a gazdasági programunkat. Magam részéről, az önkormányzat részéről úgy gondolom, hogy amit ezen a területen első körben meg kellett tenni, azt megtettük, de még egyszer mondom, abszolút nyitott vagyok, ha engem egy ilyen rendezvényre meghívnak, polgármesterként megtisztelő, el is megyek, és a felkéreknél szívesen tartok prezentációt is. A BÖSZ többször elhangzott, nem tudom, hogy mennyire szerencsés, BÖSZ elnöke Filó Tamás. A BÖSZ elnökét, ezért tudok választani Markovics képviselőasszony kérdésére, fölhívta egy úr, eddig senki nem mondta nevén, nem is értem, hogy miért nem mondja ki mindenki azt, úgy érzem magam, mint Harry Potterben, hogy a tudjuk ki. És nem mondja ki senki a nevét, de miután én nem vagyok Facebookos, nem is az én tisztem, fölhívta a BÖSZ elnökét ezzel a javaslattal. A BÖSZ elnökkel tájékoztatta a telefonálót, hogy a program teljesen kialakult, sajnos egy ilyen rendezvénynek ott helyet nem tudnak adni. Mindez arra a beszélgetésre június 18-án került sor. Ma, ha én előterjesztő vagyok, szeptember 3-án, akkor sokkal tájékozottabb vagyok ilyen kérdésekben, mint hogy 3 hónappal később sem tudom, hogy egyébként a BÖSZ rendezvényén lehet-e ilyet tartani, vagy sem. Ebben a válaszadásban remélem tudtam segíteni. Felsorolt nevekkel egyikük sem BÖSZ tag, egyik sem. És az elmúlt 5 évben egyikük sem volt jelen a BÖSZ rendezvényén. Hogy pont idén, 2020-ban kívánnak-e ellátogatni erre a rendezvényre, örömmel fogadják majd őket, ez egész biztos. Amennyiben a rendezvény megtartásra kerül, nyilván mindenki úgy készül, valamennyi intézményünk, valamennyi civil szervezet, és maga az önkormányzat is, hogy teljes erődobással minden egyes programunkra szívből készülünk, aztán lehet, hogy utolsó pillanatban sajnos le kell mondani a járványhelyzet miatt, ezt ma még nem lehet tudni. Ha elmarad, akkor megvan az új időpont 2021 májusa, ha pedig megtartásra kerülhet, akkor örömmel látnak bárkit a BÖSZ szervezői az idei BÖSZ napon, ahol biztos, hogy nem lesz gazdasági fórum. Hogy október 10-én ugyanaznap legyen a városban egy olyan rendezvény, amit önök szeretnének, hogy meg legyen szervezve, az csak egy szempontból nem szerencsés, hogyha vannak emberek, akik mindkettőbe érintettek, nem biztos, hogy el tudnak egyszerre párhuzamosan kettőre menni, vagy valamelyik helyről hamarabb kell távozni. Én nagyjából ennyit írtam egyelőre össze, nem tudom, hogy bárkiben fogalmazott ez, mert bármi, alpolgármester úr kért még szóval, bocsánat. Majdnem mindent elmondott polgármester asszony, én sok mindent tudnék mondani, de nem akarom. Tehát előre szeretném bocsátani, én sem tartom ezt rossz ötletnek. Nem erről van szó. Abszolút. Hanem ez egy civil kezdeményezés, és ezt szerintem ott is kellene megmaradnia, de nem ez a lényeg. Hanem a problémát én kimondom, hogy miben látom. Én abban látom, hogy képviselő úr a hozzászólását azzal kezdte, hogy és ma elhangzott ez a bizonyos közösségi oldalakon. Polgármester asszonynak zseniális volt ez a kiszólása. Valójában erről van szó, hogy ezt a fórumot próbálják felhasználni erre. Képviselő úr ki is mondta, hogy nyugodtan le lehet ezt szavazni. Egy a lényeg, hogy önök, mint véleményformáló erők, beírhassák ezt a kiskönyvükbe. Ez a legnagyobb probléma. Én azt gondolom, és mi ezen teljesen komolyan vitatkozunk, az önkormányzatnak van egy gazdasági programja, mindent megtett, hogy az a legjobb formába készüljön el, éppen túl vagyunk rajta, társadalmasítás megtörtént, vélemények közölhetők lettek volna. Tehát ne értsen félre, képviselő, tehát én mind tisztelem a felsorolt személyeket. Én azt is tudom, hogy közülük ki az, aki egyáltalán eljönne, és ki az, aki nem foglalkozik, hiszen magasabb régióban szereplő tudós emberekről van szó, akiket
a közélet, meg a politika ilyen szempontból nem érdekel. De nagyon, nagyon furcsa ez, egy kicsit olyan íze van, hogy az egész előterjesztésnek, mintha azt sugolná, hogy mindenki, aki ebben a témában valaha, vagy ebben a ciklusban dolgozott, az már, bocsánat, dilettáns. Tehát nem tudja, hogy mi a dolga, nem potens ebben a kérdésben. A felsorolt nevek valóban magas kvalitású, tudós emberek, de sem a Bonyhádi jelenlegi helyzetet, sem a lehetőségeket nem ismerik, arról nem szólva, hogy valószínűleg részt sem kívánnának ebben az egészben venni. Számomra ez jelenti a gondot összességében, és én egyetértek polgármester asszonnyal, tehát ami a képviselőtestület dolga, gazdasági programot elfogadta, megtette, egy ilyen fórum biztos nem árthat, de én még egyszer visszautalva a kis füzetbebeírásra, azt gondolom, akkor lett volna bölcsebb ez az egész, ha nem egy az egybe átvesznek egy Facebook bejegyzést, hanem körüljárják, megkeresik az illetőket, kicsit kialakítják, és akkor nem csak beírni kellett volna a könyvbe, hanem meg is tartható lett volna, én azt gondolom, nyugalommal, és szerintem ez lett volna a lényeg, és ez lett volna a cél. Köszönöm. Köllő képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Most nem tudom, hogy kitől kell szót kérni. Az szót tőlem kér, hiszen én vezetem az ülést továbbra az előterjesztő. Az előterjesztő viszont Vasari képviselő úr, ezért kérdéseket és véleményeket felé lehet intézni. A Bonyhádi Sportcentrum vezetőjeként, illetve még nem voltam a Bonyhádi Sportcentrum vezetője, már a BVLC-nek az alkalmazottja voltam, és mindig figyelünk, vagy figyeltünk arra, hogy legyen valami olyan ötletünk, amivel mi vagyunk az elsők. És ezekre az ötletekre nagyon figyeltünk, és vigyáztunk rá, és amikor megvolt ez az ötlet, akkor még csak véletlenül sem mondtuk el senkinek, mert basszus, ez a miénk, ezt nem adjuk ki, mert nehogy valaki lekoppintsa. És így volt ez, amikor nem tudom, most a karanténhelyzetben a BVLC időseknek járt bevásárolni, vagy havatlapátolt, vagy 5 éve gyűjtöttünk egy régi jó focistán, vagy egy régi focistának egy életmód segítő több milliós egészségügyi felszerelésre, és erre, amikor kitaláltuk, akkor vigyáztunk rá, mert azt gondoltuk, hogy nehogy lenyúlja, nehogy ellopja valaki. És én azt gondolom, hogy ha ez egy jó ötletnek tartják, akkor csatlakozom a polgármester asszonyhoz e tekintetben is, hogy ha ez egy nagyon jó ötlet, akkor ne nyúlja le senki. Köszönöm szépen. Vasari képviselő. Igen. Nem kívánom ragozni. Annak örülök, amit polgármester asszony mondott, hogyha ebben a témában megkeres, hogy Diószi László volt több cikluson keresztül Veszprém város polgármester, aki ugyanúgy nagy tapasztalattal rendelkezik, talán nem rossz kapcsolatokkal is, és kötődik Bonyhádhoz, akkor örömmel vette volna. Én is örömmel vettem. Illetve akiknek elmondtam, azokkal is örömnek, azok is örömmel vették. Meglepődtem Köllő képviselőtársamnak az elmondásán, alapvetően azért, mert a mi egyesületünk azt írta, hogy együtt egymásért, és nem a kitalálta, ki kicsinálja meg, hanem pontosan azt, hogy közösen csináljunk meg. Itt elhangzott többször, hogy a város lakói hogy fognak össze, milyen ötletekben, milyen egyesületnél. Én ezt komolyan úgy gondoltuk, és még azon is gondolkodtunk, hogy meg kéne keresni másik képviselőtársakat. Én először azt szerettem, hogyha mondjuk a bizottsági ülésen hangzik ez el kell mondani, hogy a beadott indítvány meg van változtatva, megmutatom az eredeti időpontot, hogy mikor akartuk ezt hozni. És sajnos ennek több oka volt, hogy nem került ide részben képviselőnk, aki nem írta akkor még alá, vagy nem hozta be a testület elé. De természetesen beszéltünk róla, mások is hallották. És nem a Facebookról vettük fel, hanem a Facebookra került föl. Csak úgy pontosításban. Annak örülök, amit a polgármester elmondott, hogy nem rossz ötlet. Mi is azt gondoltuk, és én nem véletlenül, semmi sértődés nincs bennem avval, hogyha nekem ilyen ötletet tesznek, vagy fölteszi bármely képviselő, hogy mit szólnánk egy ilyenhez, van-e bennünk akarat, hogy ilyet szervezzünk, és ki mit tud hozzátenni, akkor én azt mondtam volna, hogy igen. Én köszönöm, hogy elhangzott itt, hogy persze segít, meg a város akarja. Ha leszűrhetem azt, ugye a polgármester azt szoktam mindig, hogy akkor mi a kiút. Ha a képviselőtestület azt mondja, hogy megcsináljuk, akkor azt tudom mondani, hogy három képviselő a többiekkel együtt, ha nem, akkor az egyesület tagjai, amilyen segítségre szükség van, megteszi. Az ötletet, amelyet behoztunk, vagy indítványt,
igyekszünk kidolgozni, átadjuk a pénzügybizottságnak, de ha úgy dönt a testület most, hogy nem kíván vele foglalkozni, és most a 10-eit, október 10-ét azt hagyjuk függőbe, mert amit elmondott polgármester, az teljesen igaza van. Tehát azért az idő haladt, és ahogy látjuk, ma más a helyzet, mint mikor júniusról, vagy májusban beszéltünk talán először erről a berkeinkben. Egyáltalán a jövőben akarunk-e, tudunk-e, a város megcsinálja, és ehhez kérje a képviselők segítségét. Semmi nincs kőbevésve, és azért nem volt ugye előkészítve, mert pontosan azt gondoltuk, hogy a közös gondolkodás hozhat meg valódi eredményeket. És nem az, hogy most kitalálta ki, ki csinálta meg, nem szeretnénk, és remélhetőleg a nevek között, akiket soroltunk, mert akiket nem soroltunk föl, nem teszünk olyan különbséget, hogy milyen politikai vezető, vagy milyen vallási felekezethez tartozik, nem éreztem ilyet a hozzászólásban. De szeretnénk azt, hogy elmondta, hogy voltak Bonyhádon, akik elmondták, meddig jutottunk el, melyik járdát kéne megcsinálni. Ezeket elmondták a választás előtt is nekünk a választók, le is írták a képviselők is. Ezzel még nem tettek hozzá a társadalmasított véleménybeszemezéshez, ebben nem lettünk gazdagabbak. Feltehetően, ha jönnek ide olyanok, akik érzik, tudják, hogy mit jelent bonyhádinak lenni, és tudnak hozzátenni valamit azokhoz, amiket mi itt kiötlöttünk, amilyen kereteink, lehetőségeink vannak, ezért hoztuk ide. Sértődés nincs bennünk, ha támogatják, nagyon örülünk, és magunk módján megteszünk mindent, nem gondoljuk, hogy az egy egyesület, ez annál nagyobb dolog. A városnak az érdeke, mert ha egy szervező lebőg a szervezéssel, akkor a városnak van rossz híre. Ha sikeres volt, akkor mindegyünknek a sikere. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási igény, kérdezési igény, ilyet nem látok. Akkor egy dolog nem teljesen tiszta számomra, mert az egész biztos, hogy amit Vasari képviselő javasol elfogadni, azt a hozzászólásokból úgy érzem, hogy a többség nem fogja elszavazni, bár nyilván nem feltételezhetek, meglátjuk. Egy más határozati javaslattételére van lehetőség. Igen. Megköszönöm, akár. Hogyha jegyző azt, hogy... Rendben. Akkor Vasari képviselő mondja el, hogy miről szeretne döntést hozni. Képítestőleg egy megülésen döntött arról, hogy belátható időn belül a helyzethez igazodva, tehát egy gazdasági, kulturális fórumot szervez, konferenciát, amelyre szeretném meghívni, amelyre meghívja a Bonyhádon született Bonyhádhoz kötődő értelmiségieket, gazdasági, kulturális szakembereket. Ennyi. Jó, aki Vasari képviselő által megfogalmazott határozati javaslattal egyetér, azt kérem jelezze. Aki nem, 1, 2, 3, és aki tartózkodott, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tartózkodás, 3 nem, és 2 igen. Az én javaslatom az, hogy amennyiben a kezdeményező két igen volt, 5 tartózkodás, az 7, és a maradék az pedig nem. Kettő közti különbség az nem. Az én javaslatom az, hogy amennyiben a javaslatot tévők megszervezik ezt a konferenciát, bármilyen időpontban, a Bonyhádváros önkormányzata örömmel biztosítja a helyszínt, a cateringet és a városvezetés részvételét. Aki ezt támogatja, kérem jelezze. Aki nem, és aki tartózkodott, nagyon örülök, hogy ezt egyhangulag mindenki elfogadta, 11 igennel. Köszönöm szépen. Mégsem ez volt a korábbi. Megoldottuk, ezt is látod. Bármi, ami a nyílt ülésen még döntést igényel, és meg kell beszélnünk, úgy tudom, hogy nincs ilyen. Szeretnék kérni 10 perc egy egészségügyi szünetet a zárt ülés megkezdése előtt. A nyílt ülést ezennel bezárom, mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmét, a tévénézőktől elbúcsúzunk, és 10 perc múlva folytatjuk zárt üléssel. Köszönöm szépen!